estét kívánok mindenkinek! Szép vasárnap estét kívánok nektek! Február 23-án mindenkinek sikeres hétváró... Na, azt akartam mondani, hogy mindenkinek sikeres hetet, és ez a hétváró live. Köszönöm szépen, aki ma szép... megérkezik, értesítés van-e? Nem sokára kiderül, már van két like, de el se kezdődött. Nagyon szuper. Hello, hello, a pörögjön a chat, nagyon jók vagytok. Nagyon jók vagytok, mindenki első, szép estét. Jött értesítés, oroszlánkig, nagyon örülök. Szia Viki, hello, hello, szép estét. Hello, szeretlek, köszönöm szépen. Jól vagyok, köszönöm, hello Game King, sziasztok. Ma is legyen 3 órás. Hu-hu-hu-hu. A sok idő ám. Hello, hello, kedden Matyi névnap. Tényleg? Csabusz, akkor kedden tartjuk Matyika névnapját. Jó van, jó, örülök neki. Nagyon jó lesz, jött üzenet. Titkos üzenet? Igen, 8:30-ig vagyunk, jó? 3 órás máma is. Remélem örültök nektek. Tegnap óta ezt vártam, Botond örülök neki. Úgyhogy remélem, hogy vártátok. Ma is 8:30-ig vagyunk, most előbb kezdtünk. VLS 4. szerverre megyünk. Jól vagytok, szeretlek, egész nap nézlek. Köszönöm szépen, sziasztok. 24 órásat Patrik, az azért durva lenne. Jó az ágyat, köszönöm. Így van, 8:30-ig vagyunk. Máma, köszönöm a 130 lájkot. Lesz sorsolás, és lesz egy különleges felajánlásom a mai live-ba, úgyhogy majd érdemes lesz figyelni live közepe fele. Jó, lesz sorsolás is, dedikálókártyát sorsolunk, aki csatlakozik, kap dedikálókártyát, de lesz egy különleges dolgunk. Mire gyűjtünk? A hétfő reggeli kávéra gyűjtünk. Szia Levisz! Köszönjük szépen Levisznek, ő ma csatlakozott délelőtt, és felajánlotta a kártyáját, úgyhogy 2 fogunk sorsolni máma. Megtámadnak ilyen bögjök, vagy mi ez? Mi ez? Muslinca. Frakcióvezető. Köszönöm, Tivadar, köszönöm. Paliról mit mondanak? Igen, ez kemény lesz. Hétfői reggeli kávéra gyűjtünk, jó? Köszi, köszi. A szponzornak van a jobb felső sarok. Értem, értem. Odafér? Odafér szerinted? Megcsináljuk. De úgyis ide fogom tenni majd. Úgyhogy egyelőre jó. Sziasztok! Még egy kicsit beszélgetünk, várunk. Jól vagyok, Zsolt, köszönöm. Úgyhogy ma fenyítés van. Szlávával beszéltem, fönn van már 4. szerveren. Büdös, hogy ellepnek a legyek. Lehet Dávid amúgy ez a probléma. Hello, neki a baj, mert a tesóm... Ja, értem, bocsánat, Tamás, ne haragudj. Kérlek szépen, halkítsd lejjebb egy kicsit. Nem a tagság. Ja, Sár! Ja, Nick, ja, annak! Köszönöm, köszönik. Így jó lesz, mert tudod, majd az életünk lesz. Ott vagy a pénzünk. Ilyen hamar kezdünk. Szia, szép vagy. Köszönöm a bókokat. Megnézted a... Én tényleg láttatok a mai videót? Jó volt? Majd ezzel kapcsolatban lesz egy meglepetésem, jó? Oké? Hello, hello. Nagyon jó sikét, már 30 000-en megnéztétek. Mit vacsoráztam? Mandarint vacsoráztam. Meg egy kis kakasdát, azt már egy órája, vagy másfél órája. 2 kártya, így van, Levi jó voltából, köszönjük szépen. Nem, na mehette tarhonyás pörköd. Lórán, te állat! Terminátort nem érjük el mostanában, nincs fönt a szerveren, de semmi baj. Majd ki fog derülni, szia vadállat, hello. Még várunk egy kicsit, mert tudjátok, vannak késők, mindig vannak késők. Úgyhogy nekem is jött értesítés, örülök. Hello Bence, sziasztok! Úgy, mint ott, ne ott legyen az arc. A térképen nem baj, ha tudják, csak nem. Van, aki tisztában van vele, hogy nem kell MG-zni. P.O. Péter lesz ma, nem sikerült Bence a telefonszámát elkérni, de reméljük. Ákos megnőtt, igen. Szia Bettina, örülök. Szia Geri, rég láttalak. Kolbászra nem gyűjtesz, hát Edmond, kolbászra mindig gyűjtünk, jó? Oké, és jól vagyok, Müller, köszönöm. Úgyhogy menni fog ma a történet. Szia te vadát, köszönöm Bobby. Akkor ma megy a fenyítés, bízunk benne, hogy Rich vagy Geri fent lesz, majd bízunk benne. Hello J. John, de azért igyekszünk majd fenyítgetni itt az embereket. Már megcsináltuk, elkaptam a muslincát, szegény. Na, tegnap megcsináltuk ugye az Audit, összefoglalva vettünk maszkot, nem látták még ezt az autót, ugye. Befenyítjük Martin, ugye bevesszük a csapatba a tagokat, és be kell fenyíteni, hogy nehogy köpjenek. Hogy bízhatunk-e bennük, ezt fogjuk kideríteni. Igen, majd lenyomtam 10 fekvőt, lehet, egy kicsit izomlázom lesz, úgyhogy bocsánat. Azt mondja a Marcel, hogy fogamzás gátlóra nem gyűjtök-e, de igen.
arra is. P.O. Péter! Hát reméljük, hogy majd találkozunk vele, mert hatalmas volt a tag. Köszi, krómosra kell. Nem kell krómosra csinálni az Audit, ebben maradtunk szerintem. 5 millió egy víz. Nem sokára kezdjük. Köszönöm a 217 lájkot, kedvesek vagytok. 175 tagunk van. P.O. Péter majd jönni fog, így van. Úgyhogy ma is 8:30-ig leszünk. A góré az mostában nincs fönt, majd hát keresni fog úgy is, hogyha fönt lesz. Lambó nincsen. 47 millióból viszont Szlávával majd szerintem veszünk egy autót. Nem tudom, hogy 47 misiben mi fér bele, de majd ki fog derülni. Meg Williams-el, mintha valami rossz számot írtam volna be, többen írtátok utánam. Nagyon csámpás vagyok, igen. Egy kicsit. Mit ebédeltem? Kakas pörkőtet ettem. Az egyik kakas eltűnt az udvarból, hát azt főztük meg. Mennyibe kerül az RP? Az RP ingyenes, Geri, egy GT5 kell hozzá, ami 30-40 euró. És utána. A szalomba mennyi? Hát nem tudom, Gergő, 55 millió, de most fel van tuningóva amúgy. Mindjárt kezdünk. Van kínálat, 47 millió. Meg fogjuk nézni, jó? Nem sokára. Perceken belül kezdődik, jó? Oké, és csak még egy kicsit várunk, meg beszélgetünk. Megvan a Ferrari, igen. A GTRP a kunyerálós live. Hát Attila, folyamatosan kunyerálunk. Most kaptunk 40 milliót Krisztől, a szerelő barátunktól. Csappancs ki a kapa fogaidat. Tessék, Endre. Tessék. Remélem, hogy most szép estét lesz. Melós póló. Nincs kényelmes az ágyam. Igen, igen. Nagyon lehet venni valami durva autót. Hát remélem, Rino, hogy majd valami jó autót veszünk. P.O. Péter. Steamre kell megvenni, vagy Rockstar Games-en? Te kakaspörk, 20 000-ről a GTA 7 000 lett. Na, Zoli, vannak ilyen leárazások, érdemes figyelni őket amúgy. Nagyon menni vagy, köszönöm. Jótékonysági live, ő az is lesz, Lajos. Ő meg megyek Danikához, mikor? Szerdán. Mivel ő mozgáskorlátozott fürdőszobát szeretnének csinálni, és arra lesz bál, de erről majd egy kicsit később, és akkor lehet, hogy neki csinálunk majd egy ilyen jót. Majd ezt megbeszéljük még, jó? Jó napom volt, köszönöm. Szeretném bedobni azt a sztorit. Láttátok a mai videót? Akkor elárulom, hogy mi a meglepetés. A mai videót vagy láttátok? Abban volt egy olyan kártya, ahol leírtam azt, hogy Ádi a legjobb. Ákos és Ádika is aláírta ezt a kártyát, úgyhogy aki a következő csatorna tagunk lesz, ő fogja ezt megkapni, amit a mai videóban láthattatok az én aláírásommal, Ákos és Ádi aláírásával. Úgyhogy aki tag lesz, övé lesz ez a különleges kártya, és a többieknek is természetesen megy a sima. Úgyhogy ő lesz sorsolás is, de az következő csatorna tagunké lesz. Közben indítjuk. 5M-et indítjuk. Hello, hello, sziasztok, szép estét. Mehet, én vagyok, aki indítunk. Szia, Laci, örülök. Köszi. Szabolcs, köszönöm, hogy itt vagy. Ki a szerencsés? Hát a következő csatorna tagunk, látni fogjátok, hogy ki lesz a nyertes. Köszönöm mindjárt, 300 like. Várjatok, mert a kezdő végző 8:30-ig vagyunk, a kezdő végző, mivel itten rátúltuk a kabátra. Jó, ezt ide főtesszük, magunkat is lejjebb tesszük. Szuper. Hello. Na nézzük. Várjatok, ezt még lehet, hogy följebb kéne tenni egy kicsit. Ide csúsztatjuk. Jó, most nem írtam. Jaj, rátúlták. Jaj, triceps-et Gábor, tessék. Ma fejlődött a triceps egy kicsikét. Köszi. Igen, IC beszéljen vele, mindenki ne OC, értitek. Értitek a történés, direkt. Köszi. Hát azt elhiszem, Laci. Elhiszem, hogy tudtál volna neki ötletet adni. Na várjatok, tudjátok, az elindulás az mindig olyan. A lesz sorsolás a simával, de a következő csatornatagunknak szeretném ezt felajánlani. Így, de na, így mekkora trió, köszönöm. Miről fog szólni a live? Megkeresjük Szlávát először is, ez a biztos. Na, várjátok, mert tudjátok, mi van már megint a 5M-mel, hogy már megint rosszalkodik. Úgyhogy rátoltuk a kabátra. Köszi, megkaptad a jogsit, örülök. Gratulálunk a jogosítványhoz. Nem dob be a szerverre, 2 órája, hát igen. Ezé a prioritás. Prioritás ezért fontos. Köszi, igen, a Discord szerver leírásban van. Ez a trinyó. Na nézzük, reméljük, hogy betölt lassan. Ez a zene amúgy kiborít. Ezt nem tudom, hogy melyiket betenni.
Halló, halló, sziasztok! Szlávat elkapták a krobosok, hát reméljük nem! Kicsattant a monitort, hogy ott lehet. Peugeot le lett műszakiztatva, Lajos, úgyhogy minden oké. Amúgy nagyon szeretem a videóidat, köszönöm. Mi lesz ma? Fenyítés fog következni. Na csáp, állasz vagy! Halló Csaba, halló, halló! Na, nem tudunk, annak nézett, hogy nem tudunk főmenni. Nem tudunk főmenni a szerverre. Rabóni, akkor fog, ha mindenki benne lesz a frakcióba. Már együtt el... Na, örülök István, örülök, hogy RP-ztek együtt. Egy nagy Mercedes tudunk venni. Valaki vágja, hogy van-e 5M vagy valami? Valaki... Simán ment a műszaki? Persze, Lajos. De mit kell cserélnem majd? Bal... Első lengőkar? Létezik ilyen? Néztem, nem egy nagy tétel, de 10 000 forint. Restart 5M. Így, kész a műszaki. Muszáj volt! Császtok, császtok, szép estét, minnyi 400 like, köszönöm. 4-es szerverre szeretnénk, jó? A VLS 4-es szerverre szeretnénk felmenni, hogyha fel fog engedni minket ez a vadállat. Majd kiderül, köszi, köszi. Igen. Nagyon jó, hogy nyomd be a hajtfut. Nem, lengés csillapító, de lehet, Laci, nem tudom. Nem tudom, nem lengőkar szerintem. Mit tudom én? 10 000 forintén nézzük. Kezdjük szabon, csak nincs 5M. Nincs 5M, köszi, sziasztok. Jól vagyok, köszönöm szépen. Jelen vagy moderátor, vagy nézőként. Köszi. Na nem tudom mi van. Szigorúan párban. Oh, oké, Laci, mert csak a balt mondták. Van gazdám, Dani, nincs esélyed, bocsánat. Lengőkar, azért mondom Ramona, hogy lengőkar van. Miért nem 6-kor kezdted? Előbb kezdünk, 3 órás, szia Fortnite. Hello. De nekem is ez volt, kapcsolt be. Mit kell bekapcsolni? Mert nem tűnt be. Egy elsőre se tudunk, mert a 4-esre szeretnénk menni. Direkt connectre mentünk rá, de itt valamit kiír, srácok. Valamit kiír, pedig fönn vagyunk mindenhol. S4 működik. Az oké, csak a szerver nem jön, beértitek. Köszi, 5M. Jajt full a szerveren, azt mondtátok. Szlávát elkapta Rich. Lehet amúgy, hogy a Rich az állat. Lép ki aztán be. Lil, igen, tudom, csak ezt csináljuk már egy régóta, de valami én nem akar. Attila Fülöp! Üdvözlünk a kiemelkedő szponzoroknál. Attila, te nyerted a mai kártyát, amit öcsém is aláírt. És... egy e-mail címet kérek szépen, mivel Facebookon is be foglak jelölni, és Attila, látod, meg is hoztad a szerencsénket. Meg is hoztad, ez Amerika. Gyerekek, melyik a 4-es szerver? Itt van, ugye? Nagyon szuper. Attila, gratulálunk, nyertél egy dedikáló kártyát, sziasztok. Ő a szerencsés, így van. Közben meghozta a szerencsénket is. Pedig fenn vagyunk Discordon, gyerekek. Attila Fülöptől egy e-mail címet kérünk szépen. Gyerekek, ez nagyon-nagyon kitol velünk ez a 5M. Ez direkt szórakozik szerintem. Hello! Szia Balázs, sziasztok. Na most főmentünk. Okés, VLS. Rá is megyünk direkt a szobára, hogy jó legyen. Köszi, a tegnapi live-ot fent hagytam, vissza lehet nézni. Lesz sorsolás, így van, aki csatornatag lesz, kap dedikáló kártyát. Attila kiemelkedő szponzor lett, ezért a személyes Facebookomról is be fogom jelölni. Csak kérünk szépen tőle egy e-mail címet. Angol szervere. Citromsob, az kemény, nem tudok angolul sajnos. Az előbb bejött, most is egy kicsit várunk, aztán reméljük, hogy jó lett. Mai videót meglepően sokan megnéztétek, köszi. Főnököd vele volt, értem. És mit csinál Vislával, azt nem tudom. Kivéve a gömbfő külön, értem. Gyerekek, nem tudom mi van most. Az a víz benne. Ja, értem. Értem. Szlávával ma beszéltem Discordon. Csácsá, szia. A tagzenének Indő End Szabolcs. Miért nem az egyesre? Azért, mert főférnek a többiek. Köszönöm, Steroid Booster. Azért, mert ő főférnek a többiek is, a 4-es, az 1-es bővítették, de így is várólistás az 1-es. Rich Render volt, ezt fogjuk ma kideríteni. Ezt fogjuk, meg személyt is kérünk tőle, meg mindent. Köszi. Attila küldte az e-mail címet, fotózom, meg a moderátorok úgyis küldik. Attila, gratulálunk a nyereményedhez. Köszönöm. Reméljük, na jó lesz. Most rátoltuk a kabátra. Itt vagyunk, jó. Köszönöm, és akkor mehetünk. Niki, tudod küldeni Attila e-mail címét? Köszönöm szépen. Kedves vagy.
Köszönöm, Attila, gratulálunk, úgyhogy te egy olyan kártyát nyertél, amit öcsém is aláírt, meg öcsém is aláírtak. Köszönöm szépen, szép estét. Na, egy kicsit várunk, és akkor megyünk fel a szerverre, 6-korul el is tudunk kezdeni, jó? Holnap milyen videó lesz, nem tudom. Adnátok egy olyat, hogy a kaparós sorsjás videó, ahol... Köszönöm, Attila, ahol csak a nyerős sorsjegyeket vágjuk össze, vagyis Gyula. Prioritást Máté Discordon. Csá, sajt 32! Hello, hello, imádom a live-ot, köszönöm, Csaba. 176 tagunk van, köszönjük. Bögrét szerezni? Hogy lett bögrét? A videósboltba. Ott van, a videósboltba lehet. Baktat a Pista. Így van, hello, hello, de mi van a 4-es szerverre? Ja, most csatlakozunk fel, szuper. Köszönöm, köszönöm. Nagyon sokan írtatok, hogy jönnétek a csapatba, így székkel megismerkednünk, így nem lehet, jó? Így széke. Köszi, köszi. Csak egy órát tudok itt lenni. Semmi baj, Szilárd. Köszi, köszi. Szia, Józsi. Vannak új emótok amúgy. Minél több tagunk van, annál több emótot tudok amúgy betenni. Köszönöm, köszönöm. Szép estét. Szia, Tomász. Leszel ma? Köszi, köszi. Megjött a zsidó. Ja, ez kemény volt. Fenyítés. P.O. Péter, hát az az ember gyerekek, az nagyon kemény volt. Nagyon tetszett nekem az az ember. S1-en, gyere át a 4-esre, mert Szláva is ott van, Tomász, jó? Köszi, köszi. De ott játszottunk, csak Szláva ide előbb felfér, meg a többiek is. Meg írtam Gerinek is, hogy a 4-esre. Köszi, köszi. Nagyon csodálat téged, Dani, szeretem az nagyon, nagyon kedves, hogy Erik, köszönöm szépen, nagyon jól esik. Üdvözöllek téged. Szia te kis nokedlis pörköt. Köszönöm, Dávid. Kedves vagy. Ki van borúva, P.O. Péter, teljesen, igen. Köszi, Hulk módot. Azt se tudom, mi az Attila. Nekem ilyeneket nem mondjál, mert nem tudom, miről van szó. 8:30-ig biztos vagyunk, jó? Pizzázó mellett van. Jó, Danita Valád, köszönöm. Nagyon pörög a chat. Ügyesek vagytok. Mindjárt 1000 néző, köszönöm. Jó lett a mai videó. Ma is tverkelek, igen. Szia, Béci. Szia, Baluka Channel. Jó estét, valaki most érkezik. Gyerekek, ma is tverkelni kell, mert jó lenne. Jó lenne. Jó lenne. Nagyon szuper lenne. Te vadát, köszönöm szépen. Köszönöm, Bence Channel. Jól esik. Jól esnek a bókok. Köszönjük az új tagunknak is. Nagyon kedvesek vagytok. Dani a király. Jolly a király. Rátótad a kabátra. Az melyik filmben van még? Mindig elfelejtem a film címet. Nézzétek meg, gyerekek! Rátúták a kabátra. Azért mondom, mert ez abban van. Melyikben? Nem tudom meg. Na hát már megint ki vagyunk borúva. Húha! Itt van egy korán... Ja? Aha, itt csak kikérni. Hoppá, gyerekek! Itt van egy autó. Köszönjük szépen. Megkérdezzük, hogy után vagy elénk tud-e jönni ez a vadállat Szláva. Köszi. Köszönöm, Balázs. Tomász nem. Az régi film. Igen, régi film. Üzenetünk nincs. Mi volt ez a kiabálás, gyerekek? Ez micsoda? Itt valami rendőrség van, nem? Igen, most Pali vagyok. Jó, sok pénzed van. Tele vagyunk, mint a Deles busz. Jó. Felhívjuk Szlávát, hogy fent van-e. Szláva, tehát már annyi telefonszámunk van már megint. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na, Szláva, te vagy az? Igen, ide jöttem. Ja, azért, na, ide jött értem, de király, vagy most akartalak hívni. Kíváncsi voltam, észreveszel-e. Na, hát észrevettem, hogy valaki állít, csak már rögtön a telefonom én nyújtam, tudod? Ja, értem. Na. Hallod? Akkor csinálhatjuk azt, amit kiterveltünk? Persze, persze. Jó van, Gerit meg Richet kéne befenyíteni egy kicsit. Jó? Meg Jó, mondjad. Igen, meg tudod, van 47 misim, egy komolyabb autót is. Aha, jó, elintézzük. Jó, itt mi van? Itt börtön van a hátunk mögött? Vagy mi van itt? Nem tudom, de viszont azt tudom, hogy előbb egy krómos helikopter innen szállt fel. Innen szállt fő, és ott ki lehet kérni autót? Mert letenni nem lehet. Ki lehet kérni autót, de kikértem az enyém, itt van. Ja, itt kérted ki? Aha. Jó van, és krómosok is erre járnak. Jó van. Igen. Jó van. Tákosszó, vigyázni kell, ha találkozunk a városba. De akkor mehetünk, akkor menjünk be a városba, okay. Jó? Oké, na, gyere. Jó. Addig megpróbálom elérni Richet. Börtön. Leírás második során, aki csatlakozik, kap dedikáló kártyát. Köszönöm szépen. Szláva vezet, jó kis Mercedes ez, ugye? Ja, Mercedes. Nagyon, nagyon szuper. Sziasztok. Szervizbe este, igen, nagy a tulongás. Azt elhiszem, Laci. Azt elhiszem, megpróbáljuk elérni. Üzenet jött. Jó napot.
Ezt már megbeszéltük, jó? Hogy nem tudhatjátok a számunkat. Hát az Audit lefoglalták? Hallod? Az Audimat lefoglalták? Nem hiszem. Majd megnézzük, jó? Jó. Megyünk, felhívjuk, megnézzük Richard. Fülöp Attilának köszönjük a kezdő donétet! Első donételünk, nem bír ma... Hónap végén ki az az állat, aki donétel? Hát nem más, mint Fülöp Attila, köszönjük szépen. Na, Rich fönn van szerintetek? Megnézzük, köszönjük szépen. Donét érkezett a házhoz. Köszönjük, köszönjük. Honnan van ennyi pénzed? Ajándékba kaptuk. Na, szevasz Rich! Csácsá! Na, itt vagy a városba? Jó, itt állok az információs központ előtt az új kocsival. Jó, van egy olyan 10-15-20 perc, szóval keresni fogunk, jó? Megyünk Slávával majd összebeszélni egy maradjak kicsit. Itt, ahol vagyok? Na, csinálhatsz, majd küldesz egy koordinátát, jó? Oké. Na, csá-csá. Csá. Na, gyerekek, befenyítjük ma Richet. Van nálunk fegyver? Jó, van nálunk. Be fogjuk fenyíteni Richet. El kéne küldeni valami helyre. Most hiába beszél Sláva. Ez kemény volt, boldog születésnapot. Netre megy a donélyt, köszönjük Bence, igen, falusi internetünk van. Jó, köszönöm DJ Kakaós, hát... Rosszul is lettem. Kakaós csigára, osztok! Aszta! Ez mi volt? Köszönöm DJ Kakaós a támogatásodat. Iii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 i
Ma nagyon jó lett a videó, köszönöm. Tomást is felhívjuk majd. Köszi, köszi. Most lesz a fenyítés, ráncok, lányok. Kemény lesz. Vagy kiabálna. Egy kicsit határozott, fel kell készülni, hogy határozottabb legyek, jó? Vagy egy kicsit kiabálni kell. Miért ők szervezettek. Nem baj, Bálint, tök jó vagyok. Öv, be van kapcsolva. Hali, köszönöm a támogatást. Hello, Huber, bocsánat, drága barátom, ne haragudj. Észrevesznek ám. Hívd fel Takoszt. Tényleg Takosztak megvan a száma amúgy. Tényleg óvatosan kell, mert Rich, ha a rendőrökhöz szív minket. Meg fogjuk nézni. Na, Mizu. Hova menjünk? Hallod? Richel telefonáltam, úgyhogy... Köszi, Béci! Úgyhogy fel kéne vennünk az Audit, és akkor beöltözhetünk, és akkor mehetnénk érte. Iii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 i
Dombovál. Lehet, hogy ott van az ingatlannál. Mondok egy helyet, hogy hova menjen Rich. Hova küldjük ki, ahol senki nincs. Szerinted. Figyelj, koordinátát nem tudsz nekünk. De egy helyet a külvárosba valahova kellene. Nem. Mondd meg neki egy 10 perc múlva, hogy tudod elkészülünk. Igen. Hát nem tudom. Várjál. Mert tudod, a belvárosba ott elraboljuk, az túl feltűnő lehet. Meg majd azért valahogy hangunkat is kellene. Köszi, nem fogja tudni. Audival megyünk, és a karaktere nem ismer minket. Valami sikátorba kell. Ja. Nem tudom. Vagy küldjük ki a határhoz. Küldjük, ne? És a határnál fővesszük, és betuszkoljuk az autóba. Jó. Jó? Megmondom neki. Csak nem lesztek határőrök. Hát csak nem. Hát de most jöttünk, nem voltak, érted? Aha, jó, menjünk akkor, csináljuk. Jó, oké, menjünk akkor, vegyük fel a fegyvert először. És akkor beszélek vele, amíg te lehozod a fegyvert. Oké. Köszi, hogy itt vagytok, köszönöm Béci a támogatás! Vadállat, donételők, internetre! De figyeljünk, mert lehet itt van, úgyhogy ki se szállok. Hát leelteszem a kocsit. Jó. De nem lesz itt szerint. Jó. De várja, ott lehet, nem ő állott, amúgy. Tudom. Szép estét! Bocs. Jaj, de rosszul lettem! Au! Bocs, te vagyod? Igen, én vagyok. Megvan még a fegyver, amit adtam? Persze, köszi. Köszi. Gyerekek, itt felismerek a hangomról. Ócíva mondom, nem legyen izéltek itt fegyverekkel, mert... Jön az MBS, aztán megbassz. Fogsak, köszi. Okay. Jó, oké, és Ferrari. Jó, oké. Okay. Itten elkaphatnak ezek a vadállatok. Azt, már is összetörik!
Már is összetörik, gyerekek. Köszi. Bocsánat, bocsánat. Gyerekek, eszünk, iszunk, meg first aidet is nyomunk, mert hát itt megütött. Kaptam egy jobb egyenes, gyerekek. Simán kaptam egy jobb egyenes. Azt se tudtam, hol vagyok. Pislogtam, mint hal a szatyorba. Hello, hello. Sziasztok, most kezdtünk, nem maradtatok le semmiről. Hát ez hihetetlen, hogy mindenki belénk jön. Nem hiszem el. Focis videó, majd ha jobb idő lesz, mellényt vegyük fel. Na, hallod? A maszkot vedd már fel. Oké. Fegyver nálad? Kiküldöm Rich akkor a határhoz. Jó, küldened. Melyik határ az? Hát küldjük a... Határ... Kettes határ. Jó. De várjál! Igen? Ki van törve az ablak. Aha. Tedd le és hívd le újra. Jó. Rám esett a kocsi. Köszi, köszi. Lehívjuk újra. Köszi, köszi. Jajajajajaj, rátoltuk a kabátra. Hello, sziasztok. Berakjuk a kocsit, azt lehívjuk újra. Aki csatornatag lesz, kap dedikálókártyát, leírás másik sora, meg használhatja az emótokat, ahogy mondani szokta az egyik streamer barátunk. Köszönjük szépen. Jó, beindítjuk. Köszi, köszi. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik a live. Most jó. Rendben. Várja, főhívom Rist akkor. Kettes határ, jó? Oké. Okay. Golyóállót vegyük fel? Vehetjük. Jó. Golyóállót. Jó, szuper. Golyóálló, és főhívjuk Richet. Reméljük. Na, szevasz, Rich! Ali. Hallod? Egy olyan negyed óra múlva érkezünk. Ki tudsz most menni a kettes határhoz? Ki? Jó, oké. Oké, megtalálod a GPS-be, jó? Oké. Oké. Na hát remélem, hogy ott lesz a kettes határ. De hallod, vezessé akkor te, jó? Én közben intézem ezeket. Oké, vezetek. Sziasztok, sziasztok! Nem maradtatok le semmiről. Golyóálló. Jó ez a fenyítős kocsi, nem? Poco Sound! Köszönöm a támogatást! Nagyon kedves vagy! Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást! James-től is érkezett. Melyik városba vagy? Négyesbe. Szláva, te állat! Megint! Szólj neki, hogy írjon, ha odaér. Jó. Felhívjuk. Köszi, köszi. Hangot, valamit kitalálunk. Na csá, hallod, dobj már egy SMS-t, ha odaértél, jó? Oksa. Csá, csá. Csá. Ez érdekes, nem tudom, hogy fogjuk csinálni amúgy. Azért egy kicsit majd határozottabbak legyünk, meg kiabáljunk, hogy mit tud Paliró. Hogy más néven szemere magyikáró. És utána meg fővisszük egy hegyre, jó? Köszi, Bogi! Előbb vigyük, tegyük be a kocsiba. Jó, először be... Jó, jó, majd a hegyen. Először tegyük be a kocsiba. De kéne nézni egy hegyet is, nem? Azt majd út közben fölmegyünk. A házhoz! Okay. Köszi, köszi! De ott már te vezet. Rendben. Én is. Majd keresni fogunk Szlávával. Meglett a zsé. Hú, gyerekek, itt nagyon komolyba vagyunk. Rich, ugye, hogyha valamit köpni fog, Matyiró fejbe lőjük. Ha Paliró. Hangot nem fogja tudni. Behangolunk. Behangolunk. A kettes határnál lesz, még nincs ott. Hát jó, itt... fele megyek, ez a kettes. Várjál. Igen, ez. Oké. Okay. Valahova állj le. Köszi, 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 hogy itt vagytok. Köszönöm a támogatást. Nem tudom, hogy tudni fogja-e. Na, itt jó lesz. Utána ide főhozhatjuk. Aha. Köszi, köszi. Csipeszt az orrodra, lehet. Majd kitaláljuk. Jó lapot kívánok. Majd valami ilyesmi lesz ilyen. Szerinted ő lehet az? Várjál, majd ha írja az SMS-t, hogy ő az. Nem tudom, de én nem még jól be is látjuk. Be is, ja.
Nincs fönt senki, remélem. Jó, majd megírja az SMS-t. Köszi, köszi. 6 milla, 500-re van, király. Majd beszélünk róla. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Ott egy pillanat is, itt vagyok. Fogsa, várok addig. Köszi, 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 hogy itt vagytok. Köszönöm a támogatást. Kedvesek vagytok, köszönöm a csatornatagoknak a tagságot. Itt vagyok. Fogsa. Ilyen kártyát lehet kapni, aki tag lesz. Szia Eszter, köszönöm a moderátoroknak. Muta, hogy fogsz beszélni? Na, James írt, már azt hittem. Oké, lenne egy haverom is. Megbízható. Hello, hello. Hangomat eltorzítom majd, jó. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ez érdekes lesz. Na, James, jó. Igen, a testvérem. Rendben van. Majd hívlak. Hívlak. Örülök, Laci. Mi van, ha rendőr? És hát, vannak olyan emberek, és megfigyelik őt. Akkor lehet rajta ütnek rajtunk, érted? Szerinte, hát lehet. De nem, mert megbízik bennünk, nem? Úgy vettem észre. Hát, nem, de a rendőrruha az tényleg furcsa volt. És lehet, próbál... Hát, igen? Lehet hátulról figyeli egy kocsi, egy ilyen civil kocsi. Igen, meg kéne. Akkor csak egyikünknek kéne kiszállni. Te vezetsz, én fogok kiszállni, jó? És betuszkolom gyors a kocsiba is, ma mehetünk is. Oké. Okay. Oké, hogy ne szálljunk, ne időzzünk sokat, és itt följöhet szerintem majd. Jó. Legény anya Dávid, igen. Jó, majd érkezik kocsi. Mert még nem írt SMS-t, mert itt mennek azért, figyelni kell majd. Hello, hello! Megérkeztem, zöld Volkswagenben ülök. Megérkezett, zöld Volkswagenben ül. Aha, hát én látom. Látod innen? Figyelj, menjünk egy kört, jó? Figyelj, várjunk egy kicsit. Várjunk egy kicsit. Hívjam föl esetleg? Vagy mit mondasz? Ja, érted, ne egyből menjünk, hogy megírta, mert az feltűnik. Persze. Mondjam neki, hogy késünk egy fél órát, de maradjon ott. Addig... Mondjam neki, hogy elindultunk, úton vagyunk, vagy nem tudom, valami ilyet. Jó, jó, felhívom. Hogy írok neki. Rendben. Picit késünk, várj meg, legyél óvatos. Nagyon jó. Oké, James-el is találkozunk. Jó. Közben írt James is, azt mondta, azt írta SMS-be, hogy 6 millája van, és lenne a testvére egy megbízható ember még, úgyhogy velük is kell majd találkoznunk. Aha. Meg majd Tomást is fel kéne vennünk valahol. Jó, ezt utána megbeszéljük. Jó, jó, csak ezt tudjuk le. Jó van. Zöld Volkswagent, hogyha látsz, akkor... Beszéltél vele? Írtam, hogy majd kicsit késünk, de majd érkezek. Oké. Okay. Nem tudom, hova állhatott le, most írt, várjál. Rendben, vigyázok. Mondtam, írtam neki, hogy vigyázzon magára. Ez kemény lesz. Már itt már mászkálnak autók, az nem lenne jó, ha itt valaki észrevenne minket. Gyorsan ki kéne pattanni, és telen gyors be kéne szállítani. Jó. Okés, okés. És ha lassan megy, vagy valami, akkor állod itt az, hogy siessen. De szerinted... Megírom neki akkor, hogy szálljon ki a kocsiból, nehogy elmeneküljön, érted? Ja. Akkor megírom neki. Valahogy úgy próbáld meg úgy okosan fogalmazni. Szállj ki, mert vannak... az úton vadállatok, akik beléd mennek. Hello, hello, köszönöm szépen! Remélem tetszik a live nektek. Megírtam neki, hogy szálljon ki a kocsiból, mert sok a vadállat, aki belemehet. Oké. Okay. Szerintem indulhatunk, nem? Indulhatunk? Nézzünk körül. Van jó. Egy tippem, merre lehet, ott látok valamit. Várj, jó. Ez menjen el. Ez menjen el. Rendben, azt írta. Na, gyerekek, tetszik a live, legyen 9-ig, fél 9-ig lesz. Gyerünk. Ez ő, ugye? Aha. Jó napot kívánok, uram! Jó napot! Tegye fel a kezét! Mit csinál itt az út szélén?
Nem tud beszélni? Mit akarnak, mit akarnak? Hát mit csinál itt az útszél? Szálljon bele a fekete Audiba! Most rögtön! Megyek, megyek, megyek! Oda, üljön be hátra gyorsan! Mondom hátra, ne előre! Hát az az én helyem! Szálljon csak ki! Jó? Menjünk, menjünk, Szláva! Főfele! Köszi, köszi! Maradjon csöbe! Maradjon csöbe! Mi ez a zene? Jó, jó, jó! Nem jó, nem ismeri meg! Jó lesz így, kiabálunk! Ja, csak nem tudja, de mi ez a zene? Miért szól a zene? Miért szól a zene? Menjünk, Szláva, tényleg kimondtam. Bakker! Bakker, tényleg kimondtam a Szlávát. Nem hiszem el. Csak nem tudja. Nem, stressz helyzetben volt és nem emlékszik rá. Stressz helyzetben volt. Riadó? Vagy rádió? Ja, rádió. Nem tudom. Szláva kapcsolta be szerintetek? Köszönöm, hogy itt vagytok. Végig kollega kapcsolt ki a rádiót. Köszi. Nem emlékszik, stressz helyzetben volt. Szép volt, lebuktattuk. Ja. Szálljon ki ide gyorsan. Térdeljen le! Le kell térdelnie, nem hallotta! Nem hallotta, le kéne térdelnie. Te vallat, én figyel... Várjatok, lőj egyet a lába. Persze! Pólón az, hogy... Milyen póló van magán? Honnan szedte? A ruhabótba vettem. Melyik ruhabótba? Azt hallottam, hogy akármelyik ruhaboltban lehet ilyen fölsőt venni. Hé, hey, kollega! Gyere, beszélj már vele egy kicsit. Köszi, köszi! Köszi, köszi! Lábújon kell lőni. Mindjárt, csak szerintem Szláva eltorzítja a hangját. Köszi, köszi! Jó, mondd neki, hogy néző... Nézői kit... Micsoda? Köszi, köszi. Mit fogtok vele csinálni? Ez még kiderül. Köszi, köszi. Mondtam az előbb, hogy térdeljen le, nem? Térdeljél le a barátom, azt mondtam. Ez nagyon jó. Azt mondja, térdeljél le. Most keresi. Sikítsa! Letér... Estét. Igen, lesorsolás. Ki ez a Szláva, hogy ennyire titkolik? Azért, mert Rich ismeri Szlávát. Nem öljük meg. Egy bizonyos bűnbanda információkat szerez ellenünk. És ki akarnak, le akarnak velünk számolni. Milyen bűnbandáról beszélnek? Én nem tudok semmilyen bűnbandáról. Egy embert ismered tőlük, és te is velük vagy. Azt cirpelték a magyarok. Igen. Valami az egyik egy kopasz fickó. Igen, ugyanilyen pólóban van, mint te. Igen, ilyenben mászkálnak, és ő a főnök. Mit tudsz róluk? Igen, igen. Maguk Paliról beszél? Igen, Pali a neve. Pali, nagyon tudja, én kollega. Én azt mondtam. Képen én róluk. Annyit tudok, hogy valami magánbandát szervez a Pali. És? Kikre vadásznak? Nem tudom, hogy kikre vadásznak, én csak ennyit tudok róla, hogy van egy bandája és ki. De te is közéjük tartozol! Vagy mi van magán ez a póló? Bandája. Semmi másról nem tudok, még nem mondok semmi más. Látom rajtad, hogy te tudsz valamiről. Szláva, ez egy állat!
Cilipárt. Beszéljél szépen! Mit akarnak még tudni? Mit terveznek ellenünk? Semmit nem tudok, a Pali csak bevette bandába, és semmit más nem mondott el, nem avatott be a részletekbe. És milyen cucc van magánál? Van fegyver nála? Nálam nincsen semmi. És Palinál? Nála se tudom, hogy mi van most. Hányan vannak? Hányan vannak körülbelül? Hányan? Hárman vagy négyen? Értettem. Milyen autókkal mászkálnak? Szám egy vadállat! SMS? Azt hiszem, hogy Palinak van egy... Zöld, nem zöld, hanem piros Ferrari-ja van Palinak. Mindjárt jövök. És a többieket... Megírom az SMS neki. Megírom az SMS neki. Hol vagy, Rich? Mi itt vagyunk. Elég sok infót elmondott, nem? Jó, ez az első ilyen, nézzétek el! Köztük vannak. Többiekkel nem találkoztam. Értem. Na Mizuszláva, mit mondott? Hát, hogy kik a bandatagok? Neveket is mondott? Igen, mondott. Milyen neveket? Egy bizonyos Szlávát és egy Palit. Hát ugye őt emlegette. Aha, aha. Túl sokat tud, nem? Hát igen, de még a hasznunkra lehet. Hasznunkra lehet, jó van. Köszi. Nem tudom, mi legyen a sorsa. Már megint. Mi megint? Nem, most mondta, hogy Szláva. Nem, most mondta, főnök. Hogy Rich mondta, hogy Szláva. Főnök, nem, Rich úr. Mondta, hogy Szláva. Rich mondta, hogy Szlávát mondta mi ki Rich. Mi legyen a sorsuk? Mi legyen a sorsa neki? Igen. El tudsz vinni a főnökhöz? Azt! Ez egy állat leütött! Ez az állat leütött! Uci, ez nem történt meg. Oksa. Az admin... Á. Ez a Szláva, ez egy állat! Szondja! Uci, ez nem történt meg! Na. Ez óriási, gyerekek, ez óriási. Ez a Szláva, ez egy állat. Lehet, hogy őt akarta leütni. Várjátok, írunk egyet. Írunk egy reportot. Per report. Én, mit lehet csinálni? Véletlen kinyírt a csapattársam. Megnézzük. Megnézzük, hát ha jön admin, jó? Ez jó volt, sírtam. Na azért mondtam, mert mondta a Szláva, hogy Szláváró meg Paliró men magyarázott. Hát ha jön admin. Hát ha jön admin. De egy felütéstől meg lehet halni. Várjatok, Szláva lehet direkt. Direkt micsodát. Direkt ütött le. Köszi, köszi. Igen, nevekkel. De amúgy sokat elárult, nem? Tényleg, azt mondtam előtte. Nem, úgy kérdeztem te, hogy na mit mondott Szláva? Szláva miatt köpött? Na itt vagyunk. Most jön admin, vagy nem jön admin? Köszi, köszi. De túl sokat árult el, nem? Túl sokat mondott. Nem jön admin. Nem jön admin. Úgyhogy a kórházba fogok ébredni? Na, valamit. Ja, ilyenkor remélem megmentenek. Vagy miért? Mindent elmondhatott, amit tudhatott. Így van. Így van. Majd kiderül. Mi legyen a sorsa? Elárult minket. Hívjatok mentőt. Tényleg. Mentőt kéne hívni a Szlávának. Minusz egy fegyver. Jó, pakker. Tényleg. Még jó, hogy pénz nem volt sok nálam. Értelmeset nem, de mondott csapattagokat, véletlen fejbe ütött a csapattársam. Túl sokat lőd le. De én most a kórházba fogok ébredni amúgy. Kössetek vele alkut. Mire gondolsz, János? Nem, el kéne majd engedni, és utána, mint Pali, meg Szláva találkozunk vele, hogy elmesélje, hogy mi a helyzet. Csak a pénz, nem minden eltűnik, Viki, ami nálunk van.
Megmarad a fegyver. Nem tudom, mínusz egy fegyó. IC ügy azért nem jön admin, igen. Ja, igen Levente. Vannak, bocsánat, a nevekkel tudtam, hogy bajba leszek. De elég sokat elmondottam úgy. Melyik szerveren vagy? A VLS 4-en vagyunk fent, jó? Jó? Fel kéne, hogy... Nem baj, majd folytatjuk, csak a kórháznál fogok. Majd főhívom Szlávát, meg mínusz egy mellény, igen. A GT összességében jó, meg az RP az nagyon jó. Igen, meg legalább tudtuk, hogy köpött. Sokat mondott, szerintem is. Én csodálkoztam is. Ennyit mondott, meg mondta, hogy hányan vagyunk, hárman, négyen. Nem éle, meg, mert akkor nem életsz újra. Megnyomtam az elbetűt hosszan. Jaj, jó. Túl sokat mondott, lőjétek le. Véletlen Szláva ütött le. Úgyhogy ő mondta, hogy ez nem történt meg, mert véletlen. Most csatlakozok fel, király. Nem tudjátok, mit akarok? Úgy lefuttatni a hegyről, hogy engem futtattak le. Mentő kéne. Ja, lehet, de nem hiszem, hogy vannak fönt mentősök amúgy. Amúgy nézői rekordban köszönöm, leírás második sorába, aki csatornatag lesz, kap dedikálókártyát, aláírva használhat emótokat. Köszi. Tudok menni, admin vagyok. Köszönöm, Zazaz, jó lenne. Jó, már véletlen ütött le. IC ügy, nem fog menni admin, értem. Bocsánat, vannak hiányosak, de bele, ez volt az első ilyen, úgyhogy bele fogunk tanulni. Úgyhogy kérdezzétek meg, mit dolgozott. Komi most nem hiszem, hogy ráér. Report random leütöttek. Hát, mindegy, akkor onnan folytatjuk majd. Kórháztól főhívom Szlávát. Menjél vissza. Szerinted egy jöttős proci... Nem értek a technikához. Nagyon buta vagyok hozzá. Le kellett készíteni Westerner és úgy fusson. Úgy kellene. Most mindent el fog felejteni? Vagy mi? Vagy hogy... Nem, majd azt mondom, hogy összeestem. Összeestem, azt mondtam, és nem emlékszek semmire. Majd ezt mondjuk. Köszi. Kiölt, meg véletlen Szláva csapott le. E-gombot hosszan. Köszi. Nem tudom, mi a szakmám? Logisztika ügyintéző a szakmám, arról van papírom. Köszönöm, hogy itt vagytok. Lehet elpörgött. Elájultam. Azt mondjuk, hogy elájultam, jó? Azt mondom, hogy rosszul lettem, vérnyomás problémáim vannak. Kövesítő. Igen. De nem buktatjuk le magunkat, hogy mi vagyunk, mert túl sokat mondott. Ugye, hogy ne áruljuk el Rizsnek, hogy mi voltunk, nem? Azt azért nem szabadna rögtön. Nem kell senki, ha a kórházba újra... Amúgy meg nem kérdez senki semmit, ha a kórházba újra jössz. Értem. Napszúrást kaptam. Tami, lehet, hogy napszúrást kaptam. Lehet, hogy az a probléma. Lehet, összedolgoznak Richard. Na, az még jó lenne! Elárulna minket Szláva! Kemény lenne. Lőtt Szláva. Lehet, lelőtte. Leesett a vércukrom. Köszi. Mondd el neki. Napszúrás. Négyes szerver. A négyes szerveren vagyunk, jó? Oksa? Mondjuk meg neki, vagy ne? Túl sokat mondott, úgyhogy még szerintem nem kellene elmondani. Szerver 4. Na, Geri is fönt van. Gerit is el kell kapni. Nincs fegyver. Na mindegy, kis pisztoly elveszett. Eltört a hajam. Íj, azt mondja, Milyenkor? Nem tudom, sokat fogyózol. Igen, sokat. Csak futtassátok. Le kéne futtatni, és utána találkozunk vele. Lecsapott a szellem. Igen. 265 és az idénk amúgy. Valaki dudál. Valaki jött. Íjj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 
30 vagy 40 euró, Bence. Köszi, köszi. Honnan van ennyi példát? Kaptuk. Elájultam a nagy idegbe. Igen, izgultam, mert először csináltam ilyet. Aztán azért kihullott a hajunk is. Bocsánat. Igen, Szlávát, bocsánat. Geriné, nem fogom elkövetni ezt a hibát, jó? Geriné, nem fogjuk elkövetni. Hey, hó, vége van, az téhen összeesti. Hát ez jó volt, gyerekek. Jó volt. G2 a nolcsóbb. Nem tudom, mert a prioritás Steamen kapcsolják össze amúgy, ez biztos. Úgyhogy lefeküdt a földre, igen. Nagyon vicces volt és aranyos. Sprinteltem a mai videóba, igen. Igen, igen. Találtam egy százast a földön. Na, kemény, nem sokára újraéledünk majd a kórházba. Becsíptem.
De te nem szabad emlékezz. Hogy haltam meg, arra nem emlékszek, írt Tomás is, gyerekek. Arra nem emlékszek, hogy haltam meg, de előtte emlékszek. Láttál egy szép lányt és elájultál. Egyre jobbak a sztorik. Köszi. Azt mondom, is, hogy ti is benne vagytok a krómosok, és szálljunk be. Azért, mert ide fértek fel a többiek Ágoston. Szláva egy állat. Lecsapott. Leütötte, mint a bizonyszak. Megcsipett egy szúnyog. Lehet. Leestünk a hegyről. Mi az a prioritás, hogy nem kell várni a szerverre, hanem rögtön felfértek. Konzolról nem lehet RP-zni, jó? Okés? Jó estét, szia Dávid! Köszönöm, hogy itt vagytok. Reméljük újraéledünk. Nem arra, az RP-re nem emlékszel. Értem, arra az RP-re nem emlékszek. Ja jó, nem emlékszek. Jó, akkor felejtsük el. Szláva fogja elmesélni, nem emlékszünk, hogy odavittük Richet. Arra az RP-re nem emlékszünk. Viszont tudjuk, hogy palik vagyunk. Köszi. Mindent tudunk, csak ezt nem, hogy Rich az kemény gyerek. Hogy mi történt. Mindegy, Szlávával beszélünk. Halálrejted magad. Szép estét, szia Jani, hello. Sok popúrázás, a tverkelés miatt, vagy megcsipett egy kutya. Nem? Az kemény. Mi történt? Majd nézzétek végig. Sírtam. James is írt. Gyerekek, mindenki most keres engem. Lehet a jogsit is buktad. Na hát az jó lesz. Meghaltál a koronavírus. Na hát szép, láttam a cseten én is. Köszi. Támogatni, Dani, chat alatti dollárjelnél lehet támogatni. Csatorna tagság, leírás második sora, ilyet kaptok aláírva, 176 tagunk van. Köszi. Szláva elmesélt, és szerintem is. Azt ugye, tudod, hogy ezért ez a halál meg sem történt. Ja, értem, OC mondta, hogy ez meg se történt. Mindegy, csináljuk úgy, hogy nem emlékszünk semmire, jó, és akkor folytatjuk. Jó? Szláva hónajszagát megéreztük. Lehet az volt a probléma. De ilyet, hogy fejbeütésre ennyi volt az élet. Hát egy fejütéstől mondjuk meg lehet halni, nem? Sziasztok. Ki van mellettem? Nem tudom. Na gyerekek. Nem tudom, hogy most mi lesz. Túl becsületes vagyok. Lehet Jay. Lehet. Valakinek van valami ötlete, hogy mi van ilyenkó? Hát én nyomtam az előbb. Ja, jó. Jó, gyerekek, kórháznál vagyunk. Jó. Nem rendelkezel telefonnal. Gyerekek. Ez problémás lehet. Kell vennünk telefont. Várjatok. Maszkot levesszük. Nehogy itt probléma legyen. Szevasz! Na, hello! Szevasz. Óci, amúgy bocs. Semmi baj. Jó volt! Amúgy őt akartam megütni, vagy nem tudom, csak ugye ott voltál. Én kaptam! Hallod, ilyenkor mi van? Honnan tudjuk folytatni? Köszönöm, kubasz! OC, elmondok mindent, mi volt, vagy nem tudom. Hát nem, találkozunk, aztán elmondod, nem? Oké. Vagy tudom, hogy Szláva vagy, arra az RP-re nem emlékszek. Csak azt mondom, hogy rosszul lettem, azt ennyi. Jó, csak azt felejtem figyelj, el. Vagy azt is, hogy behoztak a kórházba. Jó, mondtad. Jó. Köszönöm, kubasz! Kérdezte a háthod. Most meg kettem. Fel. Jó, oké. Okay. Jó. Megyünk, jó? Oké, okay, kitalálunk valamit. Itt van egy úr, aki veled szeretne beszélni. Igen, fáj még egy kicsit a fejem. Igen. Akarsz vele? Persze, hello. Jó napot kívánok, mi szél hozta erre? Hát, nem tudom. Nem tudja, értem. Haveromat várom. Na, jó van, várja csak. Mert most van egy kis elintézni valónk itt a barátommal. Hello. Vannak itt veszélyes tagok. Igen. Jó van, van egy kis elintézni valónk, utána keressen meg, hogyha szeretne valamit. Póci Csádani. Szia! Na, menjünk! Mehetünk, Szláva, aztán mesélje mindent. Köszönöm, Bence! Vezess te, légy szíves! Visszamegyünk majd Richhez! Visszamegyünk majd! Hú, hallod, még hogy kerültem ide, Szláva? Meséld már-e! Hát figyelj! Megy a rádió! Várjál, ott szóval mondom, megy a rádió a kocsiba, azt nem hallod semmit. Szálljunk ki! Jó.
Jó, jó. Megcsípett egy cecelégy. Köszi, köszi. Jó, most el fogja mesélni, mert a játékban nem emlékezhetünk rá, jó? Arra emlékszik, hogy itt vagyok már a kórházban. Veled vagyok. Ja, kihívtam rá a mentőket, mert nem tudom, leesett a vércukrot. Vannak vérnyomás problémáim, úgyhogy az lehet, hát lehet probléma. Hát figyelj, annyi volt, hogy utána elvittem Richet, és hát leütöttem, hogy ne emlékezzen semmire. Aha. De sokat köpött egyébként. Sokat köpött? Ja, amit beszéltünk, el is felejtettem, hogy beszéltünk, hogy kikérdezzük. Jó, akkor, akkor cseréljünk autót. És szerintem akkor találkozzunk vele, és kérdezzük már meg tőle ezt a dolgot, mit szólsz hozzá. Oké, de öltözzünk át. Öltözzünk át, és kellene nekem a plázába telefon is, összetört, vagy nem tudom. Oké, elviszlek, gyere. Jó, köszi. Oci, a karakter nem történt meg, ez a véletlen ütött lete, úgy emlékszem minden, ami eddig volt. Értem, Barna, értem. Veszünk telefont, és akkor utána nem rendelkezek telefonnal. A telefonszámom megmarad, srácok! A telefonszám megmaradt, ugye? Csak telefont kell venni, SIM-kártyát nem. Remélhetőleg. Gyerekek, GPS-em sincs. Nyom ki Q betűvel a rádiót. Oké, köszi. GPS is kell majd. Hello, hello. Elviszlek. Pisztoly sincs, mindenünk elveszett. Mindenünk. Mindenünk elveszett, srácok. Kemény. GPS-t is. Kell egy bank is majd. Köszi, köszi, majd akkor valahogy leerpézik. Jó, oké, Huber, oké, oké, szuper, csak ezt megcsináljuk. Na, az elsőre nem volt rossz, nyugtassatok meg! Csak volt egy kis baki, de megcsináljuk Geriné ezt, jó? Geriné jobbak leszünk. Jó? Rádiópisztoly, jó lesz. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik, köszönöm a támogatást! Köszönöm a csatornatagságot, mindent köszönök, kedvesek vagytok. VLS 4-en vagyunk, jó? Eltűnt a fegyver, minden eltűnt. Minden eltűnt. Elsőre jó volt. Hát, ja. Kicsit határozottabb voltam, de rossz volt, azt mondja Tomi. Bocsánat, formaengedély, valaki hívnak, de nem tudom felvenni a telefont. Köszi, szerintem határozott voltam. Nem tudom fővenni a telefont, mert nincs telefonom. Váltunk kocsit is, meg minden. Mindenki engem keres ilyenkor. Most jöttem, csak mi történt? Meghaltam véletlenül. Mindjárt toljuk a kocsit. Lehet. Lehet, reméljük odaérünk. Maszkot is veszünk fel, de most át fogunk költözni, úgy fogunk találkozni. Igen, Jay, az is probléma lehet. Arcon köpött és elájultál. Az jó lehet. Audi, lehet, hogy ki... Még bírja! Sokkoló az nem, a fegyver volt hatásos. Köszi. Valaki SMS-be? Jó, koordinátát úgy, hogy jobb, a nyilakkal jobbra mész és úgy. Tankolni is. Szláv egy vadállat! Pészt is kell vinni. Jó, a kocsi, kocsi. Mit kezdek ezután? Így beveszitek a bandába? Ez mi? Tényleg, Richel mit kezdjünk szerintetek? Richel mit kezdjünk majd? Ez jó történet lesz. Jó. Kellene pénz is tudsz adni? Légy szíves. 25 ezeren van, nem tudom, mennyiből tudunk telefont venni. 50 ezer szerintem van itt bank. Akkor gyere, elmegyünk. Jó. Köszi, még holnap se. Majd tankulni is kellene. Köszi, fogjátok rá Richre. Ki kell nyírni Richre. Ez egy Audi, igen, ez a fegyítős kocsik. Köszi. Megyünk venni le pénzt. Ú, de jó, hogy a 47 milliót beraktam, gyerekek. Hú, de jó, nagyon-nagyon örülök neki. Övet megint nem kapcsoltuk be. Köszi, visszanézhető lesz a live. Át sírtam, ahogy leütött Szláva. Jó volt. Kell egy bank, szuper. Te kis nokedli. Köszönöm, Szabolcs. Köszi, kedves vagy, drága barátom. Itt a bank. Jó, már bemegyek a bankba. Mindjárt jövök. Mennyit vegyünk le? Egy 100 000-et leveszünk. Jó. Oksa. Pénz kivétel. Hát nem, vegyünk le egy 300. 1, 2, 3, 4, 5. Leveszünk 300, az elég. Az elég lesz. Te vaddisznók pörkölt. Köszi. P.O. Péter! Nem tudom, hol az a csávó, de az hatalmas tag. Mehetünk. James is küld SMS-t folyamatosan. Nincs előre ott a kezébe, de amúgy nem tudjuk elővenni. Nincs a legmegbízhatóbb ember. Lehet. Lehet.
Kemény tankolunk is egyet. Utána veszünk telefont. Köszi, holnap lesz videó, igen. Lesz videó. Mi van a ladában? Megvan Barni a lada. Megvan. Leállítja a motor, tankolja. 25 ezer tele. Új nézői rekord, köszönöm szépen! Kedvesek vagytok, köszönöm. Na, szegény Rics. És Ricset hol tetted ki, Szláva? Szia Gyula! Hello, hello. Vagy most hol van? 8:30-9 vagyunk, jó? Köszi, köszi. Én sajnálom Rics. Köszi, köszi. Mindened elveszett, igen. Meghaltál. Igen, meghaltam. Menjünk akkor telefont venni. Meg GPS-t. Köszi, köszi. Idegesít majom. Bocsánat, Adrián, akkor szeretnénk, hogyha eltávoznál. Köszi. Köszi, köszi. Vizet, kenyeret. Igen, kell lennünk is majd. Jó, hogy mondtátok. Szép estét mindenkinek. Nem sajnálom az Audit. Richard leütötte és nem emlékszik semmire. Ja, tényleg ezt mondta. Ezt mondta. Vagyis próbálok lenni. Köszönöm. Itt vannak vadállatok. Övet már megint. Az övet valahogy, valahogy mindig elfelejtjük az övet amúgy. Nem tudom miért. Kik? Szegény Rics! Hány kocsi van? Azt hiszem 5. Megvárlak, jó vagy meg. Jó, köszi. Várj meg. Köpött Rics, mert nem voltam. Igen, köpött. Köpött pár infót. Hello, hello. Veszünk egy telefont. Volt, jó, telefon. Megvesz. Jó. Jó, van, jó, megvan. Megvan, megvan. Kell a boltba GPS. A térkép még nincs. Térkép még nincs meg. Ha GPS-ünk van, akkor lesz meg. Haló, haló. Mehetünk, megvan, közben SMS-ezgetek, kellene nekem GPS. Oké. Mikor találkozunk? Közben jött valami, rosszul lettem, majd hívlak. Na szevasz Tomász, mi újság? Na háló, itt vagyok a városba. Itt vagy a városba, össze fogunk szerni, csak történt egy kis baj, aztán majd elmeséljük, jó Szlávával? Ja, oké, oké. Oké, kicsit rosszul lettem, azt a kórházba kötöttem ki. Na, majd értekezünk, jó? Jó, jó. Csácsá. Hol találkozunk majd? Most menjünk egy boltba. Kocsival vagy? Igen, igen. Küldök egy koordinátát a bolt előtt, és majd jöhettek, jó? Vagy jó, gyere, okay. Gyere ide a bolt elé. Jó, jó, na, hello. Csácsá. Na, küldök Tomásznak egy koordinátát, aztán köszönöm PKX-el, aztán ide jön, jó? Amíg jó. Én vásárolok. Oké. Okay. Jó, tetszik a live, akkor nyomjatok egy... Tomász, jó, hello, megérkeztem. Akkor nyomjatok egy lájkot. Veszünk GPS-t, kocsit is cserélni fogunk. De Tomász nem baj, ha tudja, mert Tomász a megbízható emberünk. Donét érkezett a házhoz. Köszönöm szépen a támogatásokat. Nagyon kedvesek vagy. Vadállatpár meghaltál. Köszi, köszi, ez így helyes. Jó, hamburger. Ruhát is átvesszük. P.O. Péter. Jó, vizet is veszünk. Jó. Jó, jó. Szláva volt? Szlávát milyen? Héten minden nap lesz live. Ő bízom benne, majd kiderül. Gyerekek, 1900 néző rekord. Köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm a támogatást, leírás másik mondom, sorába jó. Tudtok csatornatagok lenni. Használtuk-e volt a... Ja, mondhatod közben. Elmondta Rics, hogy kik vagyunk mi. Ugye mondta a neveket. Szóval köpött? Köpött, igen. És hogy hányan vagyunk, és hogy milyen autókkal mászkálunk. És tudta a te nevedet is? Tudta, Szláva. Bakker. Szevasz, Tomász. Szevasz. Na hát, amíg nem voltál a városban, voltak történések, képzeld el. Tényleg? Igen, Rics barátunkra emlékszel? Igen, emlik. Képzeld el, hogy kinyomoztuk, mert múltkor rendőr ruha volt rajta, és kitaláltuk, majd Gerivel is el fogjuk ezt játszani. Vettünk egy ilyen fenyítős autót, egy ilyen Audi A8-at.
vagy aha, nem mit tudom én milyen autó ez, és elraboljuk őket, és faggatjuk, hogy köpnek-e rólunk. És képzeld el, hogy ő Rich köpött pár azt információt. 4S szerver, mit szólsz hozzá? Hát és akkor mi lesz vele? Hát ezt kell majd még megbeszélni. Főhívom, megkérdezem tőle, hogy mi újság, addig ti beszéltek meg, és a Geri lesz a következő. Jó? Jó, jó. Fegyvert vegyek magamhoz amúgy? Fegyver majd kelleni fog, igen, mert aha, úgy fenyítjük be. Akkor Geri lesz a következő, jó? Jó, jó. Neked majd adok, Pali, jó? Jó, hát, nekem majd kell fegyver. Képzeld, de az rosszul lettem, összeeste, vagy nem most tudom, most hoztam volt a kórházból. Azt a mindenit. Ja, úgyhogy problémát. Sok mindened lesz elment. Hát, ja, de pénz nem volt nálam, hála Istennek. Na, az jó. Elment a kezelésre az a kicsi is. Köszi. Viszont szereztünk nagyon sok fegyvert. Így van, 27 millió, egy jó vételt vettünk. 36 AK. Mindjárt jövök. Jó? AK, veszek első segélyt is tényleg. Köszi. Jó, első segélyt is veszünk. 4 darabot. Köszi. Na, visszajöttünk a szálba. Tomás, oké. Okay. Hello, itt vagyok egy kicsit a városban. Jó, fölhívjuk Gerit. Gerit, köszi. Mindjárt 1000 like, köszi. Megnézzük, hogy felveszi a Geri. Nem biztos, hogy felveszi. Majd Richard föl. Na csá, Geri! Na, halli. Na, hát meddig lesz a városba, Geri? Mondtad, hogy egy picit itt vagy. Hát nem tudom, még meglátom, egy óra hosszát biztos másfele. Jó van, keresni foglak, mert találkoznunk kellene majd, jó? Jó van, oké, úgyis itt vagyok a városon belül, itt szaladgálok. Jó van, oksa, majd akkor írok vagy hívlak. Jó, oké, rendben, csa, majd csörök. Oké, csá. Oké, hello. Na, beszéltem srácok a Gerivel. Okay. Itt van egy óráig a városba. Úgyhogy Tomás, neked át kéne öltözni, meg akkor kell lennének fegyverek. És ha Geri is köp, akkor majd utána megtárgyaljuk, hogy mi lesz. Jó, oké. Okay. Oksa? Na. Ari, be tudunk szállni egy kicsit a kocsiba? Te is kérde, Tomás. Persze. Itt hagyjam a kocsim? Zárd le. Csak beszállunk és jelen zárunk egy centit. Oké. Vezessé te. Köszi. Az alfás követ. Lehet. Hú, de kényelmes. Ugye? Nagyon jó kis autó. 7 millió hát évet vettem, meg tuningoltunk. Suttogva mondom. Igen. Sátok, suttogva mondom, ott az apró, majd azt követni. Ezt követ minket. Nagyon gyanús mazba, mi? Nagyon gyanús. Kicsit meg kéne szivatgatni. Van nálad fegyver? Jó, menj egy kicsit, és ha utánunk jön, menj egy eldugott helyre. Micsoda? Ha menj egy eldugott helyre, ha jön utánunk, megállsz, és akkor a fegyver náladon, ugye? Aha. Tomász jelölsz egy helyet? Tessék? Jelölsz helyet, mert te is persze, igen. Jelölj egy helyet, ha utánunk jön. Követnek minket. Menjünk ide a stégre. Ez jó lesz. Sziasztok, szép estét! Gerit is ma akarjuk fenyíteni. Állítom, most nem fog jönni. Ajánlom neki. Jó. Nem jön, srácok. Jó, akkor menjünk ruhabótba, jó? Öltözzünk át. Vagyis Tomás csak. Tomás okay, öltözzön jaj. Át. Befenyítjük. Először valami bankba vegyetek ja, már a létszi, mert elfogott a trafik kétszer is. Mennyibe vagy mínuszba? 29. Azt adok, 29 ezre. Jó. Kiszedjem a jelölést? 2, 3, 4. De ez a motoros is izé. Követ minket. Hú, melyik a Tomás? Ja, menjünk le aztán, megnézzük. Neked ment a pénz, Tomás? Igen, köszönöm. Jó, szuper, szívesen. Motoros is jön utánunk. Na akkor meg kell állítani most. Hadd jöjjön közelebb. Én nem látom most. Én sem most látom. Én sem látom. Ott van a de, hídon. De. Aha. Jó van, jöjjön csak pedig. Oké, arra befele egyenesen. Köszi. Aztán ott a bal oldalt van a ház, ott bújj el. Felakasztod az új autót! Nyugi. Ez a szláva tökéletes. Nézői rekord, srácok, lányok! Mindjárt 2000 néző! Köszönöm szépen, hova, kedvesek hova, vagytok! Hát, 2000 néző, elértük! Köszönöm szépen, hálás vagyok tényleg. Látjátok figyelj valahol? Na, én most
nem látok semmit, vagy de? Arra gondoltam, Pali, most igen. Ezt félretéve, hogy nálad lehetne valami nagy kaliberé. Nagy kalibert hozzak? Hát igen, igen. Igazából csak az van már, ami... Ja tényleg, jó. Jó, akkor nagy kalibert fogok hozni. Ja tényleg, meg is kaptad akkor, ugye? Megvannak a fegyverek. Ja. Az ingatlanból ki kell venni. Ja. Jó, menjünk átöltözni meg, akkor menjünk a fegyveré. Jelöltök valamit? Ja, egy ruhaboltot. Itt van a közelből, látod a térképen. Ja, de nem muszáj, menjünk ide ingatlanra. Ingatlanra? Jó. Aha, valami feketébe kell öltözni. Hoppá, srácok, ez krómos volt. Hát lerázzuk. Ezt nem kell rázni. Az gáz lesz, mennyi? Jó. Hallod? Oké, Huber, de most nem tudunk sajnos, mert most Gerit fogjuk intézni. Szép estét, sziasztok! Köszönöm a támogatásokat, tagságokat. Tagok tudtok lenni, leírás második. Halljátok a helikopter? Sorába. Igen, most ment el fölöttünk. Köszi. De aztán lehet, hogy ez is krómos, ez a motoros. Lehet. Nagyon kifigyel minket. De utána lesz idő, Huber, akkor tudunk, jó? Akkor váltsunk ott. Igen, de utána ezzel kell mennünk majd. Mert Geri ismeri az összes kocsit. Köszi. Hiába nézi a live-ot, ha nézi, mert a játékban nem tudja. Majd én beteszem. Addig hozd már nekem egy fegyvert, léci. Jó, köszi. Na jó, mindjárt jövök. Letesszük a kocsit. Holnap szóbeli vizsga, Zsombor, sok sikert. Jaj, uram, bocsánat! Bocsánat, megsérült? Ja. Bocsánatot kérek szépen. Kell élet? Nem kell. Bocsánat. Viszont így olyan fogom mondani, és most így van, Szene. Mindegy, megnézzük. Maszk kell majd. Iszunk egy vizet, jó. Térképet melyik betűvel? A pénzt azt az M betűvel, a jobb felső sarkot, azt tudom. Jó. Oksa, meg van a fegyver, amit adott. Nincs nálam fegyver. Remélem lejönnek. Itt vagyok. Na, mit hoztál nekem? Egy kis finomságot. Jó, az jó lesz. Adom most, jó? Jó, szuper. Tomás merre van? Nagyon szuper, ú de király, jó van. Tomás mindjárt jön, addig milyen autót hívjunk rá? Jó, hát az autit, mert azt Geri nem ismeri, gyors lehívom. Aha, jó. Köszi. Jó. De arrébb, jó. Napor. Ez jó lesz ez a set? Meg vagyunk. Ja. Feketébe vagy? Maszkod na. Van? El kéne mennünk egy boltba, mert nem veszi fel valamiért. Jó, jelöljetek. Ez már megint az Alfa Romeo-s. Igen, már megint itt van. Vigyázni kell vele. Jó, megyünk akkor maszkra. Ez a ruha jó lesz, nem? Hát csak ne ismerjen meg, Geri. Hát ebben nem ismer meg, mert ez valahogy más hangot voltam. Majd produkáljál. Kössük be. Várja, akkor... Mondtad a nevemet, Pali? Igen, hallod? Elrontottam. Mindegy, hát nem baj. Hogy nem emlékszik semmire. De stressz helyzetben volt biztos. Várj, akkor próbálok egy hangot. Ide az összes pénz. Na, ez jó lesz, így nem fog megismerni. Kössétek be magatokat. Oké. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik a live, köszönöm. Kedvesek vagytok, hogy itt vagytok. Nagyon... Én hangom jó volt? De az tökéletes volt. Jöjjj, oké. Ide be. Kis utcába. Kis utca. Nem tudom, miért tették.
Mit keres itt egy busz? Nem tudom. Gyors leszek. Köszönöm, Levisz. Köszönöm még egyszer a 6000-es tagságodat. Nagyon kedves vagy. Rendben. Hohoj. Elmegyünk a bankhoz, Zéci. Adok pénzt. Nincs rálad pénz. Adok pénzt. Nincs. 700 forinta van. Mennyi egy maszk? Azt hiszem 10 000. Adom. 1, 2, 3, 4. Tessék. Köszi, majd visszaadom. Hallod, Szláva, addig Gerinek mondom, hogy menjen ki az egyes határhoz, vagy a kettes határhoz. Őt is ott vegyük fel, jó? Hallod, Szláva, főhívom addig Gerit. Kettes határhoz menjen ki. Jó. Köszi. Na, új rekord, gyerekek, köszönöm szépen. Örülök, hogy tetszik nektek, kedvesek vagytok. Aki lemaradt volna az előző live-okról, vissza tudja nézni, fennmaradtak a csatornán. Jó, főhívjuk Gerit. A cecelégy miatt, lehet meghalunk a cecelégy miatt. Szevasz, Geri. Na, hello, mondja. Halad, össze kéne futni a kettes határhoz, ki tudsz jönni? Aha, most úgysem csinálok épp semmit. Jó, menj a kettes határhoz és akkor majd érkezünk, jó? Jó, oké, rendben. Oké, csá, majd írj egy SMS-t, ha ott vagy, jó? Oké, megírom, oké. Csá. Na, srácok, jó nézünk ki. Kettes határnál fog várni minket, Geri. Figyelj, ez a hang jó lesz? Ez egy bankrablás. Ah, nagyon jó, nagyon jó. Csak majd legyél kicsit határozottabb, jó? Jó, oké. Király. Megoldható az, hogy én majd a kocsiba vezetek, vagy nem tudom, és ti csináljátok? Persze, annyi lesz. Már mi végezzük a piszkosat, mi? Annyi... Hát nem, leütöm véletlen, érted? Annyi lesz, igen, Szlávával vigyázni kell. Annyi lesz, hogy mi ketten kiszállunk, betuszkoljuk a kocsiba. Jó. És főmegyünk a dombra majd. Aha. És most hát reméljük nem fog köpni, mint Rich. Mert Rich köpött sokat. A vele majd a későbbiekben megbeszéljük. Utána átöltözünk. És miket köpött amúgy? Mit mondott, Szláva? Hát, hogy elmondta a nevünket, milyen autókkal járkálunk. Mondjuk téged nem mondott. Hányan vagyunk. Hát szerintem még nem is ismertem, mert pontom azt nem volt a városban, értem. Igen, tényleg, bele nem is biztos, hogy aha, értem. De ez sokat köpött, ha úgy nézzük. Ne legyen úgy, hogy inkább vezetek én és ti dumátok. Mert lehet, hogy nem akarom, hogy véletlenül a neveteket kimondom, tudjátok. Már itt táska nélkül jobb, nem? Ja. Hát nem tudom, mi legyen. Megint intézem a telefont, és messzebbre elállok kocsival, és majd közben fel fogom hívni Gerit, miközben fenyítitek. És ha csörög a telefonja, akkor majd mondjátok neki, hogy vegye fő. Okay. Jó? És találjunk ki valami álnevet magunknak. Jó, ezt beszéljük meg, mert nehogy itten elszóljuk magunkat. Álnév. De várjatok, álljunk valahova félre, mert bárki jöhet. Szerintem. Jó, akkor vezetek jelölök. Én. Köszi. Rich üzenet. Rich, kiment a... Nem volt, küldök koordinátát, hol vagyok. Várjatok, Richet főhívom, mert küldött valamit. Richet főhívom. Oda majd csak a sinek mellé menjünk be, aztán ott megbeszélünk mindent. Köszi. Felismerhető, igen, Szicsi, igazad van. Hello. Na, szevasz, Rich, bocsi, már nem értünk ki, akadt egy kis dolgunk a városba, mi újság? Csá, hát van egy kis mesélni való. Történt valami probléma? Nem is kicsi? Hoppá. Félhetünk mi is? Nem, ez csak rám tartozik. Ez csak rám tartozik? Jó, figyelj, van egy kis dolgunk, és akkor keresni fogunk a mai nap folyamán, jó? Oké, és majd küldje koordinátát, hol vagyok? Majd, igen, majd, ha hívlak vagy írok. Oké, jó. Csá. Na hát Rich hívott, srácok, mondta, hogy van, akadt egy kis problémája. Aha. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy el fogja nekünk mesélni. De most akkor menjünk Gerihez. Előbb Geri, a H-val kapcsolod a világítást. Fel kell kötni magunkat. Jó. Úgy, hogy ezt oda jól álljál be. Még mehet be. Még bejebb. Mindegy, is jó. Ja. Jó. Lámpát le. Aztán akkor betéljünk. Maradjunk kocsiba. Ja, vagy maradjunk, jó? Maradjunk de kocsiba. Cecelégy. Na, mi legyen, srácok? Na, akkor álnevek. Álnevek, így van. Nehogy elszóljam magam, mert az gázos lesz. Aha. Tomászt mondjuk még Geri nem ismeri.
Úgyhogy Tomás, te beszélhetsz a saját hangodon is. Hát jó, oké. Vagy találkoztál vele? Nem rémlik. Kicsodával? Gerivel, a postán. De azzal találkoztam, még a aha. Telefonszáma is megvan. Akkor vzgálatos lehet, jó. Oké, és hát találjátok ki magatoknak valami nevet. Engem szóltatok Igornak. Igor, jó. Nekem legyen González, jó? Jóha. Meg, Gonzi, legyen Gonzi. Oké. Okay. Jó, az könnyebb. Gonzi. Hát, te legyél a főnök, nem? Jó, ennyi, főnök. Így van, okay. Így van. Az mindenhol főnök, jó. Szláva egy hozzá. Várjátok, valamit kell nekem is. Legyél Guszti. Jó, oké. Okay. Igor és Guszti, és főnök. Okay, jó, okay. Jó, király lesz. És jó. Ki mit csinál? Én a kocsiba maradok, és fenyítsétek, fegyvert fogtok rá, betuszkoljátok a kocsiba, ahogy kiraklak titeket, ott hagylak benneteket, és egy kis idő után hívni fogom Gerit, jó? Aha. És majd mondjátok, okay. Hogyha csörög a telefonja, vegye föl, jó? Okay. És akkor én, mint Pali fogok beszélni vele, Geri írt is egy SMS, szerintem ott van. Okay. Jó, okay. De felvisszük, gondolom, ugye a dombra, vagy hova, ott egyre. Nem sokára, ott vagyunk. Ahol a Jó. Ricset is vittük. Várj, akkor tisztázzuk. Igor a neved, nem? Igor. Igen. Igor. Jó, oké. Okay. Akkor valahogy megjegyzem. Neked mi is, Tomás? Nekem meg Guszti. Guszti. Jó. Jó. Na mehetünk. Ott van Geri, a kettes határhoz jelöljetek. Rögtön megállok. Jelölöm. Megkérdezem, hogy milyen kocsiba van. Majd száj ki az autóból. Sok jó, a vadállat beléd mehetnek. Milyen kocsival vagy? Köszi. Gyerekek, kezd érdekes lenni. Köszi. Köszönöm a támogatást, tagságot. Mondd azt, hogy szóba, vagy közbe jött valami. Ja, de hát akkor lehet, hogy elmegy onnan, érted? Mindegy, várjon hát, csak. Tudom. Jó, oké. Okay. Na, induljunk. Milyen kocsival van? Ezt kérdezem meg, ezt kérdeztem meg SMS-ben. De az új kocsiával, amit vett. Aha, jó. Várjál, most küldte. Oké, és... Kiszállt, a Skodával van. Oké. Okay. Ez mit akart? Ez a motoros már. Mindjárt ledugrálszom. Na kéne lőni. Köszi. Megírom, hogy késünk egy kicsit. Utánunk jön, vagy valami ledurrantatom? Hát, félő, hogy másik bandatagban van, nem? Hát jó, csak így érted, utánunk jön, azt kihallgattam. Na, az igaz, nem lenne jó. Övet kapcsoljátok be. Be van. Köszi, hogy itt vagytok. Ok, nem baj. Jó. Mire gyűjtünk ma? A hétfő reggeli kávéra. Chat alatti dollárjára lehet támogatni a csatornát, köszönöm. Vagy leírás másik sorába tagok lesztek, akkor kaptok aláírva egy ilyet. Meg használhatjátok az emótokat is. Köszi. Lucot sajnos nem lehet áron, de köszönöm azért. Fegyver akkor van nálatok, ugye? Igen. 2100, új rekord! Világítás. Köszi. Szláva kiesett, nem? De. Gyors tolas vissza, nehogy elvegyék, vagy elvigyék. Szláva, kirepültél? Mondtam, hogy kapcsolt be az övet, te állat! Gyertek már vissza. Jövök, légy. Merre vagy? Hát visszafele, nem tudom. Tolatok, merre vagy? Hát még akkor tolathatsz. Jó, megfordulok. Szerintem elvesztettük. Remélem nem hívott. Ajaj, és mit mondott? Azt, hogy menjünk ott van, vissza. Ott van, jó. Köszi azt Zana mester, kedves vagy! Ez egy állat! Mondtam, hogy kösd be magad, te állat! De be voltam kötve. Be voltál kötve, akkor nem megyek ilyen gyorsan. Köszönöm, de nem gyorsan. Közben duplán, én is úgy szoktam. Te vagy a legjobb. Köszönöm szépen a támogatást, kedvesek vagytok. Gerit már szétcsippelt, Cecilin. Ha mégse határnál van. Te a kettes határnál. Ja, hogy ott a határ. Jó, benéztem.
Ja, már visszajöttünk. Jó, jó helyen vagyunk. Mindketten kiszállunk? Igen, szálltok ki, és tuszkoljátok be a kocsiba. Határozottak legyetek, jó? Oké. Ja, akkor fel kell venni az orrhangot. Igen. Figyeljetek. Ott van már szerintem, ott vanunk szembe. Szembe menjél, menjél, menjél. Aha, ott áll. Jó, menjél, megállok mellette. Nem az, nem az. Ott lesz benn. Benn. Itt könyörödj fel. Aha, ott van, ott van. Állj meg itt. Szekény! Ezek egy állatok. Köszi, hogy itt vagytok. Nálam van nagy kaliber. De lesz itt, igen, szücsi. Van, hallani akarok. Majd most már hallunk mindent. Én inkább nem szólok meg, mert fölismer. Itt jó, vagy hátra? Micsoda? Hátra. Jó, hagyd ez, maradhat. Fegyvert tartunk rá. Elnézést, nem szándékos volt. Fegyvert tartunk rád. Mozdulni mellett lelövünk. Nem tudom felhívni. Értem. Mert azt hallja. Nem, ja nem hallja mellettem. Nem esik bántódásod, ha végrehajtod az utasításainkat. És együttműködsz. Rendben. Még följebb fölök. Rendben. Felhívod, akkor mondd azt neki, hogy elmész pisilni. Jó. De látja, azért elfog már. Tegyen főnek a dobra. Igen. Kocsi vagy pedig jobb lett volna a szlájéknak van a nagy kaliber. Tényleg, igaz? Jó, fújj meg a nyomd le a világítást. Mindjárt jövök, addig intézzétek el. Rendben. Szállják ki? Addig elintézik. Jó, látja, azért megyünk el. Fő fogjuk hívni. Jó, fő fogjuk hívni, ide följövünk. Hello. Köszi. De várunk egy kicsit, és fő fogjuk hívni. Mit mondjunk neki? Köszi. De állítólag vannak olyan szerverek, ahol a hang alapján nem ismerik fő a karaktert, csak a ruha, meg a arc alapján. Nem szivatjuk, csak hogy köpe rólunk. Ezt találtuk ki. Köszi. Fekete az ablak. Itt vagyok, hol vagyok? Hol vagytok? Köszi. Jó. Hogy hol vagy? Itt vagyunk, de te nem vagy itt. Ja, igen, jó. Itt vagyunk, de te nem vagy itt. Jó. Jó. Nem veszi fel. Ezek... Na, szevasz, Geri! Hát itt vagyunk a határnál, merre vagy? Hát majd... egy kicsit arrébb mentem, mert pisilni, kakilni kell, majd mindjárt megyek. De nincs gáz? Nincs, majd... Biztos? Majd elmondom, persze, majd mesélek. Meg ne halljál nekem, jó? Nem. Okés, csá. Oké, hello. Hú, na, gyerekek. Hazudik. Hazudik! Nem mondta el, hogy elkapták. Úgyhogy az érdekes. Sziasztok, sorsás live végén. Hogy hazudott, gyerekek? Na, indulhatunk szerintetek? Sorsás live végén, de leírás második sorba. Hogy hazudik?
figyelünk. Na megjöttem, fiúk, mi a helyzet? Várj egy kicsit. Régóta figyelünk. Tudjuk, hogy kikkel mozogsz a városba. Fejbe kéne lőni. Nem mondjon semmit. Lehet. Lehet. Én dolgozok. Ide figyelj, régóta figyellek titeket. Figyelünk a csapatommal. És tudjuk, hogy kikkel mozogsz. Igen, az, nem mondhatja el az a cél. Pál, Pali. Nekem? Nem. Maximum a Palik László. Palik László, szél is ismerem. De ide figyelj, ha nem fogsz dalolni lelőle. Gusztika lelő kell az... Gusztika lelő! Nem uram, de én tényleg nem tudom, hogy miről beszélnek. Én ezt a boltba vettem, a pólót nem tudtam, hogy ellenséges. Értem. Akkor arra fele, hogy ki, mit kerestél te itt a határnál, itt áldogáltál? Hát gondoltam, lejövök megnézni a naplementét, és próbáltam isilni. Itt te figyelj, a nap már régóta lement, te azt nem tudod, fiam? De észrevettem, csak az a helyzet, hogy az autómat bezártam, és valamiért nem viszi a távirányító, nem tudom kinyitni. Értem. Le kéne lőni, nem? Nem akar mondani hát, semmit. Nekünk súlyos. Uram, önök a harmadikak, akik a héten elraboltak. Nem tudom, a pénzem kell. Odaadom, van nálam 30 ezer forint. Az forint édes jó. Kevés, édes akkor kevés. Akkor azt nekem adhatod is, de aztán nem hiszem. 30 ezeret is elveszi tőle ez az állat. Uram, sajnálom, ha lelőnek, akkor sem tudom, hogy kiről vagy miről beszélnek. Az igazi már, az igazi játékos. Halljátok, srácok, jó, adja át a 30 ezret, és akkor utána levetkőztetjük, az hagy fusson a dombró. Mit szóltok szerintem hozzá? Szerintem is. Gusztika, kutasd át! Kutasd át, Guszti! Jó, srácok, jó? Izgalmas? Jó, kitaláltuk ezt a történetet? Hát nem veszünk be mindenkit a csapatba. Megnézem a jobb sebet, a bal. Önök, te addig tartsad fegyverrel. Rendben, a személyt elkértétek már? Igen, már kérem a személyt. Jó. Már is. Mutasd fel a személyidet. Ecskös. Hát ez a gyállat. Gyerekek. Be fogjuk venni, igen. Igen. Látni? Látjátok, fiúk? Hallod, Igor? Menjetek egy kicsit arrébb. Jó, elmegyünk. Okay. Köszi. Hát így kell bekerülni a bandába. Önök, maradjunk még attól. Persze, csak menjünk arrébb egy kicsit. De nem úgy arrébb, hát csak vigyalog, értem. Ja, értem, bocsi. Köszi. Én még beszélek majd az úrral. Jó, de utána hagyjuk futni. Jó, mesztelenül. Hát, azért kicsit le kéne ütni, nem? Hát, nem hiszem. Csak nem fog köpni. Rendben. Jó, vetkőztessétek le, azt küldjétek le a dombról, mert hajnalodik, azt nehogy megtaláljanak. Köszi. Én értem, hogy te nem mondasz semmit. Vagány gyerek, vagy így meg úgy. De akkor mégis kikkel szoktál te itt a városba mászkálni? Vagány gyerek, így meg úgy! Még egyszer, mert nem hallottam. Értem, hogy vagány gyerek vagy, de kikkel szoktál itt a városba mászkálni? Maximum a postás kollégákkal. Aha, postás kollégák. Értettem. Jó. Elmondjuk neki utána, igen. Uram, én nem szeretek ilyenekbe benne lenni, én nem tudom, miről van szó. Mondom, én ezt a pólót az utcán láttam egy úriemberen. Mondta, hogy 20 ezerért van a pólósboltba. Értettem. Fiúk, intézitek? Persze. Vetkőzzé csak le gyorsan. Mindent vegyél le. Nem kell leütni. Nem kell. Nem kell, csak vetkőzzön le. Ha, rád van ragadva, vagy mi van? Azaz, helyes. Hopp, hallottam egy kocsit. Tűnjünk innen. Na futás, szevasz! Köszönöm, Józsi, a 2 eurós támogatást!
Köszi, köszi! Köszi, köszi! Basztus szláva! Az krómos! Krómos, menjünk! Krómos autó a dombon! Mi van velem? Hallod, kimondtad a nevemet, hogy Tomász. Hajakra? Mindegy, ha már átment a vizsgán, akkor kimondhattad, semmi ja, baj. Egyébként. Jó, fél fogom hívni majd. Telefonját nem törtük össze, ugye? De egy kicsit megrepett, de... Kicsit megrepett, tudja használni? Nem. Köszönöm, Józsi, a támogatást! Jelöljetek már valamit. Jó, menjél csak el, meneküljél, mert krómos autó jön. Menekülj. Oda már. Jó. Okay. Még le is vett, Gerit ott hagytuk. Igen. Köszi. Jó, király. Ez jó ment, srácok. Na, mi a véleményetek? Nem köpött? Nem köpött tényleg. Na, szuper. Semmit nem mondott, ugye? Nem mondott semmi olyan. Jó, figyelj, főhívom, és akkor mehetünk vissza érte, és akkor tájékoztatjuk, hogy akkor megbízható meg minden, jó? Figyelj, úgy hívd fel, hogy kérdezd meg, merre van, mert nem találom. Jó, felhívom. De váltsunk kocsit, nem? Jó, menjünk. Persze. Akkor itt a publikba. Most nincs telefon, bevágod a telefonom. Egyszer, az beszart. Hát lehet. Szegény nagyon mentegetőzött. Nincs telefonom. Fel tudjátok hívni valamiért? Túlságosan belecsúszott a zsebembe a telefon. Ja, már nem úgy kell beszélnem. Hülye vagyok, már bocsánat. Vágott, hogy itt nem tud lerakni, csak kikérni. Oh. Nem baj. Akkor fizetem itt, majd, ha ja, majd, persze, van elég pénzünk. Jelöltem oda, menj, ott izé, le tudod tenni. Ah. Jó, mindegy, jó lesz itt. Jó, akkor lejvom BMW-met, most úgyse ismeri, mert átfestettem most. Hát nem baj most már, ha ismeri, a maszkot vegyétek le. De utána tűnjünk innen, mert itt lekapcsolnak minket. Köszi. Ú, gyerekek, a telefon. Vágod a telefon. Nagyon vágod a telefon. Igen. Jó voltunk. Nagyon jó, megvagytok dicsérve, srácok. Jó csináltátok. Telefonban mit mondott? Telefonban? Képzeljétek el, azt mondta, hogy majd mesél. Hogy mondom, miért nem vagy ott? Azt mondja, el kellett menni kakkantania. Nekem hazudott, nem mondta el, hogy elkaptátok. Aha. Lehet nem mondta, mert ott voltunk, tudod, mondtuk neki. Ja. Lefoglalták a BMW, mindegy. Na hova? Hát, köszi. Visszamenjünk oda, hogy... Na, szevasz, Geri, hallod? Most érnék rá egy találkozóra. Merre vagy? Hát, ahol megálltam a határnál, ott jön egy földes út fölfele. Igen, és? Tudsz egy koordinátát küldeni? Aha, mindjárt küldöm, jó? Itt vagyok egy bokorba. Azt mondta, hogy küldi a koordinátát. Oké. Képzeljétek el, hogy ugye nem mondott nekem se. Jó, de várjál, nem mondott semmit, képzeljétek el. Nekem se, nehogy bajba keverje minket szerintem. Hát meg ugye mondtuk, hogy olyat pofáz, akkor lelőjük. Jelöltem. Masz... De szerintem ő helytár. Most jelölt. Hát jobb volt, mint Rich, nem? Most jelölt be. Várjál. Jó, van itt, lecsapjuk. Mehet. Tedd be 60-as tempóra, vagy nem tudom, hogy beszélgessünk. Mert amúgy elfújja a szél a hangot. Tudod be, James-et kirabolták. Így jó. Ha, így jó szerint. Bágos volt az előbb. Na, nem ezt akartam. Jobban helytált, mint a Rich. Jó napot. Ugye, főnök? Jó, igen, de Richet se kell neki nyírni szerintem. Hát, megtudtátok a nevét, vagy hogy rendőre? Richet? Megtudtuk. És volt, igen. De nem, a Rich az rendőr szerintetek? Jaj, azt nem láttam, maszkot, akkor még nem voltam veletek. Maszkot hát, majd vegyétek le. Szerinted rendőr volt? Szláva. Hát nekem van egy ötletem, hogy be kell menni a rendőrkapitányságra. És lekérni, ugye? Lekérni, hogy... közé tartozik-e, mert valamelyik nap igazoltatott minket, és nem mondott jelszám. Aha. És hogy valóban közülük van-e. Aha, de kilőni nem kellene, nem? Hát, egyelőre nem. Max, a ruha nem baj, ha rajtunk van! Meg kéne. Mert most már ismerni fog, most már megismered, hogy mi voltunk azok. Kicsit megerőszakolni.
Ja, egy kicsit bekakkantani, lehet. Hát figyelj, megölhetjük, hogy ne emlékezzen semmire. Köszi, köszi. Ha nem, csak nem baj, srácok, ha például valakinél megy a live, ugye IC játszunk. Csak érezze a törődést. A játékban nem tudja. Értitek? Szerintem. Tessék? Geri az át. Igen, szerintem. És ti is jók voltatok, királyok vagytok. Majd a fáj az orrom. A fizetést majd megbeszéljük, jó? Nekem is van fáj. A pénzt azt elvetted a Gerit, te állat. Mennyit adott? 30 ezeret nem adta át? Ja, hogy te elvetted? Szláva. Én nem vettem el. Nem, ja, pedig jó. Kértett tőle 30 ezeret. Megbotoztam amúgy. Kértem, de szerintem neked odaadta. Nekem nem adta. Itt át kéne menni a másik oldalra. Oké, mindjárt. Mindegy, ha úgy van, visszaadom neki. Jó. Nem, majd én kifizetem, mert jó csinálta. Csak hatásosnak akartam tűnni, érted, hogy akkor már kiraboljuk. Aha. Köszi, hogy itt vagytok. Köszönöm a támogatást, tagságot. Dübörög a kipufogó. Persze, kiveszi a maszk. Rajta van a maszk, majd leveszem. Köszi. Ruha az nem baj, ha tudja. Jó volt, srácok? Egynek elment, nem? Jó volt, nem? Nem a fáj tortom, gyerekek. Elhiszem. Mondom, nekem az órom már nagyon. Hónap meg tiszta vörös lesz. Ja. Na itt van. Na, mit csinál? Kaksizik? Lehet kokil. Na, szevasz, Gerikém! Na, mi újság? Pali vagyok, meg se ismersz. Na, hello. Most akkor ez mi? Mi történt? Meg akartunk bizonyosodni arról, hogy megbízható ember vagy, mi voltunk azok. Hallod? Nem mondod komolyan, ezért postom le a bukámat. Na, mit szólsz hozzá? Hát muszáj, mert képzeld el, hogy Rich köpött. Te nem köptél. Úgyhogy király vagy, meg vagy dicsérve, úgyhogy beveszünk a csapatba. Gratulálunk. Na, kemények voltunk egy kicsit. Nézzétek meg, hogy remeg még most is a kezem. Aszta. Azért itt most hasmenésed volt a bokorban, nem? Hát volt, hallod? Nem győzöm a folyadékot pótolni. Azért, így áll, meg egyéb. Hallod, hatásos voltam. Jó volt, hát, nem? Hát eléggé. De a pénzt nem adtad neki oda, nem? Azt nem, mert közben ugye elszaladgáltatok, és mondom most akkor hogy vagy kinek adjam. Aha. Jó, mindegy. Na. Igazából csak hatásosabbnak akartunk tűnni. Így van. Úgyhogy Rizsné is eljátszottuk. Hallod, ezt. Szláva. Nem hiszem el még most se. Szláva mesélte, Rizs azért mondott infókat. Úgyhogy Rizssel még nem tudjuk. Még nem tudjuk, hogy Rizs semmi legyen. Kapsz fizetést, ne aggódjál, bizalomjele miatt. Úgyhogy mehetünk egy bankba. Kocsmába vagy valahova be kell ülni ezután. Hát lehet, de egy bankba először, jó? Mert a srácokat is ki kell fizetni, mert nagyon jó elintézték. Na. Vessék, jó, itt van egy forint. Telefonba is direkt nem mondtam semmit. Azért csodálkoztam. Csodálkoztam, hogy ott se köpté. Nem, azért mondtam, hogy félrementem pisilni, kakilni. Ja, hát király vagy. Hát csillagos ötös, úgyhogy király vagy. Hát fiúk, ezt nem hiszem el, komolyan hát mondom. Hát akkor bővült egy taggal a csapat, nem? Bővült, akkor négyen vagyunk, így van. Úgyhogy üdvözlünk. Ja. A későbbiekben hát, majd a nagyfőnöknek is be akarlak titeket mutatni. Ugye Tomásszal a szövetségben vagyunk, de még Szlávának meg neked akkor nincsen csapatod. Meg ő... Hát így van, így lesz van. Majd még egy rajtaütés. Lehet, aha, hogy ő holnap. És akkor már neked is kellene jönni, ha nem tudom, a városba lesz-e. De most ki szeretnénk titeket fizetni. Nem tudom. Jó, menjünk egy bankhoz közben, útközben beszélünk. Menjünk. Kifizetlek titeket. Jó. Na. Jó, akkor hol találkozunk? Kasztom, sárga, lefelre összeretett, meg többi homály, és akkor hol találkozunk? Még van egy kis... Autómmal mi lesz? Vagy azt vigyem én? Hol az autód? Köszi, Dani, a támogatást! Mennyit adjak neki? Mennyit adjak neki fejenként? Donét érkezett a házhoz! Fejenként 5 milla az jó? Kifizetni az embereket? Fejenként 5 millió. Tizet gondoltam, vagy túl nagy lelkű vagyok? 2 millió. 5. Az 5 az reális szerintem is. Az 5 millió az jó. Köszi. Azt a te állat! Jó, Geri, hozd a kocsidat, jó? Tudjuk, hogy itt van, itt találkoztunk veled.
Hát, ja, most már én is tudom. Jó, most már nyugodjál meg, aztán gyere utánunk. Oké, okay, oké. 5 milla az reális. Köszönöm, Dani, a támogatást. Ők nem csináltak sok mindent. Defektes lett? Nem tudom, de elég komolyan visszarántottad. Kemény. Ugye? És össze se tört. Ja. Köszi, köszi. Minimálbért 120 ezeret palacsinta teába. Előjetek akkor valamit. Hova megyünk? Egy bankot, ki akarlak titeket fizetni. Na várj, akkor menjünk a városba. Na jó! Tetszett, srácok, lányok? Tetszett? Jó, összeraktuk a sztorit, nem? Jó, jó kis játék volt. Bekötöm magam. Lesz még ilyen, jó? Meg a többi embert is. Ez VLS4, igen. Leírásban ott van minden. Gerinek többet már nem köpött. Hát egyszerre. Szerintem egy. Mindenki kap. Kap, Geri. Na szevasz, Geri, mizu! Na Ali, figyelj, már van egy kis baj. Na, defektes a kerekem, defektes. Aztán valamelyik el is szállt. Aha. Azt, megyünk vissza, érted. Csá. Jó van, oké, lezárom. Srácok, srácok, forduljatok meg, defektet kapott. Mi fő kell venni. Köszi. Köszönöm, Dani, a támogatást még egyszer. Bocsi. Köszi, köszi. Jól láttam én, hogy valami nem. Nyomjatok egy lájkot. Ha tetszik az RP. Fél 9-9-ig vagyunk, jó? 5 milliót megérdemelnek szerintem. Kicsit lassíts be, lassíts be. Kilövöm a felkét. Utánunk jön. Aha. Csak ki ne törd az ablakot, légy. Ja, ja. Hát figyelj, ugye elég nehéz lesz. Kifizetni őket. Lefekerem, jó? Ja. Kicsit ja, Huber, bővíteni akarjuk a csapatot, csak hosszabb folyamat így bevenni. Nagyon nagy lelki, mert te komoly. Igen, igaz, Egon. Igaz. Ez igaz, hogy én egy komoly lövöldözésé kaptam 5 milliót. Úgyhogy szerintem kettőt kapnak, nem? Igen, felvettek a megváltókhoz, én vezető vagyok, és most alembereket szerezünk. Köszi, köszi, James is írt. Ti vagytok a ladával? Igen. Na, nehogy rálőjé, James írt, ő van a ladával. Ja, jó. Jó? Az nem lada volt. Egy, a barna lada, ott a Geri, menj át. Az nem BMW? Nem, az lada volt. Ja, jó. Csak ilyen ruhában nem láthat meg minket. De honnan tudja, hogy itt vagyunk, vagy itt? Utálunk. Veszélyes. Nézd meg, felmire kopott. Na, nagyon kemény, jó van, zárd le. Elvileg le van. Na lenyugodtál, Geri? Hát már kezdek, de még mindig remegek. Na jó van. Köszönöm, hogy itt vagytok, nyomjatok egy lájkot. Vérnyomásom. Három? Három? Három vagy öt vagy kettő? De az öt az sok, hát én kaptam ötöt, amikor helikopterről lövődöztünk, srácok. Egy bandba menjetek. Köszi, okay. Köszi. White Shark a Livebox szponzora. Köszi. Aki csatornatag lesz, leírás második sorába kap dedikáló kártyát aláírva. Lehet csatlakozni. Aki úgy érzi, hogy szereti az ilyen live-okat, csatlakozzon. Kap kártyát, használt emótokat. Tényleg kimondtam Tomásnak a nevét, vagy nem emlékszem? Nem volt furcsa, mert egyszer lehet elszólta magát. Olyan stresszben voltál, hogy nem figyeltél, mi? Nem figyeltem, esküszöm, nem tudom. Jamriska kitartást, köszönöm. Thomas 2. Valami Igor volt, meg nem tudom én kicsoda. Igen, az én voltam ja, az Igor. Ja, kellett fedőnév. Ja. De utána Richhez elmegyünk, és majd mondjuk neki, hogy sokat köpött, hogy mit szándékozik. Itt vagyunk, nem? Ja, igen. Igen, megyek, veszek le pénzt, maradjatok itt. Oké. Okay. Jó, bemegyünk a bankba. Hú, gyerekek, óriási lag. Köszi, köszi. Ez a nagy bank. Hol vagyunk? Hova kell menni? Mi nem volt jó? Mi van itt a bankban? Nem lehet pénzt levenni? Vagy mi van? Gyerekek. Mi nem... Na. Jó. Itt lehetett levenni. Jó. Oké. Jó, adunk fejenként 2 milliót nekik, jó? Viszont Slávának 3-at adunk, mert ő többet csinált. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem, másfél Gerinek, másfél, na mindegy, kitalálunk. Gerinek 5 misit. Ezek meg itt driftelnek. Köszi, köszi.
Na srácok, menjünk egy nyugis helyre, azt kiosztom okay. a pénzt, jó? Jaj, nem vettem ki a pénzt, várj meg! Na, hát ez várj meg, már megint eltúltam. Nem vettem, de még jó, hogy figyeltek. 70 millát akartam levenni? Jó lett volna. Bocsánat, jó lett volna, 70 millát veszek le. Jó van, 7 milliót akartam, bocsánat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó van, jó van, jó van. Gyerekek, hát itt elnézem, 70 millió gyerekek, ezek a nullákkal sose voltam jóba amúgy. Köszi, köszi. Köszönöm a feliratkozást. Na, hát ez így hatás. Na. Nem, mint jó, jó el vannak. Köszi. Na, mi a röhögés tárgya? Engem fenyegettek és te vagy stresszbe? Hát látod! Na most csináltunk ilyet először. Másodszor. Másodszor. Csak én ott rosszul lettem. Menjünk egy nyugis helyre kiosztani a pénzt, utána meg elmegyünk Richhez. Főhívom közben, hogy küldjön egy koordinátát. És hallod? Vali? Most telefonálok. Richard nem szerintem lehet elérni. Telefonál. Ja, jó. Nem lehet elérni. Jó, mennyi. Jaj, megvan. Jó, Richard nem érek, nem érem. Igen, mit akartál, Szláva? Kicsit lassabban, Tomás. Annyit akartam, hogy öltözzünk már át, érted? Mielőtt Richhez megyünk. Persze. Nem mondjuk el egyből, hogy mi voltunk. Ilyen ünneplősen. Kérdezzük meg, hogy mi volt. Jó. Na, srácok, megállhatsz és akkor szétosztod a pénzt. Szép stílusosan. Nagyon szép. Jó, Hoppá, de szép. Na, srácok, nagyon megvagytok dicsérve, ez egy remek munka volt, nagyon jó dolgoztatok. Geri, bocsánat, hogy megszivattunk, de hát látod, Richné is teszteltük, és hát neki nem jött be. Hogy értem, én hát fő a bizalom. Meg kell bízni az emberekbe, úgyhogy neked is gratulálunk. Nagyon hát, király vagy, ő bizonyítottál, továbbra is szeretné csapattagja lenni? Jó, mert igen, akkor beveszünk. Későbbiekben foglak majd kivinni a farmra a nagyfőnökhöz. De most akkor kifizetnének titeket a munkátokért, jó? Mondjuk Szlávának minden, adok Szlávának is, de ő tele van pénze. Na, mindig tele van. Azért. Megcsórósodtam keményen. Tényleg? Mert helikopterre fogunk gyűjteni. Ez lesz a cél, ja. Hogy helikoptert akarunk majd venni. De hát az 500 misi, úgyhogy ez egy kicsit odébb van. Az igen, hát az még akkor odébb. De akkor most kifizetlek titeket. Na. Srácok, lányok, ő F2. Én így is tartozok még neked, úgyhogy mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Átadás. Jó. Átadás. Hallod, Tomás, bírjál már magaddal. Köszönöm szépen a pénzt. Jó. Én is köszönöm. De én úgyis visszaadom, mert tartozok még neked. Hagyjad csak. Jó. Jó. Tessék, srácok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a munkát. Jó, öltözzünk át, jó? Menjünk át ötözni. És akkor ebben a pólóban maradhat mindenki. Ja, ingatlan egy. Menjünk akkor. A fegyvereket tegyük le, jó? Jó. Mert ott ólálkodnak. Köszönöm, Petyke, köszönöm a tagoknak, hogy itt vagy. Áruló Rics! Mi legyen Ricse? Mi legyen Ricse? Majd volt egy rajtaütés ingatlan egynél. Azért vigyázni kell. Köszi. Köszi, hogy itt vagytok. Nem igazi radisnak érzem magam. Ja, tényleg Szlávának adunk még egy millió. Én vagyok helikopter, mit akartok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Figyelj, kapaszkodj. Szláva, te egy kis pluszt is kapsz, mert te jó, te kétszer teljesítettél. Köszi. Geri nem köpött? Rics meg köpött. Adjunk neki még egy esélyt, nem? Adjunk neki még egy esélyt, csak verjük meg. Csak kapni fog egy állast. Mit szóltok hozzá? De neki adtam, Szlávának. Köszi. Rafi, ezt nem szeretjük. Köszönöm, hogy itt vagytok. Kedvesek vagytok. Még egy próba kellene. Beteszitek a bankba a pénzt? Aha, szerintem én is inkább. Jó, tegyétek be, mielőtt kirabolnak.
aki köp, arra halál. Mi, majd összeszedjük az infót, hogy mennyit köpött, de ott neveket is mondott. Köszönöm a tagságokat, köszönöm. 176 tagunk van, aki mindig RP Live-on itt van, neki ajánlott, vagy aki szerette dedikáló kártyát. Köszi, köszi. Azt hittem, itt hagyjuk. Csak szivatunk, Geri, tudod? Csak hogy érezze törődés. Na, mehetünk átöltözni. Itt már van gondolás, ki tudom venni a másikat. Na, király. Hát majd a lefoglaltaknál lesz. Hát nem tudom, akkor az megint 3 kiló. 3 kiló, ja. Figyelj, tedd le a garázsnál, aztán mi felmegyünk az ingatlan egyre, gyere utánunk. Ha akarunk helyét venni, tudjátok. Igen. Akkor egy 50 milliót bele tudok dobni. Jó, 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 de király. De utána nyilván többet. Jó, persze, legyen a számlátokon, aztán majd összegyűjtjük. Na, most... akkor szedj le kocsit, az gyere utánunk. Mármint ki? A Geri. Nem tudja, hát ott hagyta lezárva. Nem, de van még egy, azt mondja. Ja, van még egy, Geri? Akkor persze, hozzad. Tudod, amire adtál kölcsön. Ja, jó, hozzad. Na, okay. Gyere akkor. Oké. Okay. Egyszer köpött, többször is fog. Lehet, lehet, lehet. Ezt nevezem parkolásnak. Na, kemény. Te is így szoktad, nem? Köszi, köszi. Na, ahhoz képest igen, hogy buszvezetőként indultunk. Jó. Mehetünk. Vágod, ez nem kék volt? Nem tudom. Na, Gerinek azért jó Mustangja van, nem? Ki volt? Kit láttál? Nem kék volt ez az autó? Melyik? A Geriék. Nem. Nem, ilyen volt. Ja. Ne ijeszgessé. Lesz sorsolás, kettő kártyát sorsolunk ma, de aki csatornatag lesz, ő kapni fog, vagy felajánlhatja másoknak. Az még vannak bajok. Hát... nem baj. A kuplunk kicsit szará, kéne vinni szervizben. Jó, van AK, okés. Pedig Krisz simán megcsinálná. James írt, igen. Hát azt mennyiért? A Krisz, jó barátom, jó barátom Krisz, megcsinálja baráti áron. Na, menjünk fő. Lerakom. Jó, jó. Jó, ragd le. Jó. Belépés, szuper. Jaj, óriási lag. Óriási. Jó. Tároló. Jó. Geri írt SMS-t. Szóval semmit nem látok. Oké, és reméljük megjavul. Jó. Ott a vatkan. Jó. Oké, és... Hol vagyunk? Na, hol vannak a többiek? Hát ezt nem tudom. Már szerintem mindjárt jönnek. Megpróbálom Richet elérni. Oké. Okay. James-re is találkozni kell. Addig eljöttem dolgozni. Oksa. Richet elérjük szerintetek? Richet meg kéne be. Szerver 4-esen vagyunk. Nem veszi fő Rich. Nem tudom átvenni a ruhám. Öltözzünk át. Ha, menjünk egy ruhabótba, srácok. Geri majd jön. Semmi baj valaki, semmi baj. Köszönöm, hogy itt vagytok. Richnek még nem mondtuk el. Hadsebességes a lada, én azt hittem csak 4. Hadsebességes a lada, srácok, lányok, durva. Jobbulást a betegeknek. Kitartást. Az nem lehet, hogy direkt nem veszi fel? Ó, az is lehet. Akkor mindjárt jövök. Ádám Kocsis, üdvözlünk! E-mail címet kérünk szépen. Nyertél egy dedikáló kártyát, és használd az emótokat. Nyugodtan, öltözzünk át. Köszi. Hello. Szétesik mindjárt Ádámtól, kérünk szépen.
Jó. Jó, jó, jó. Gyere, egy copyrightos lesz. Üdvözlünk, Ádám! Köszönjük. Jó, Gerit megfenyítettük már, igen. 13. sor, Ádám, írtad az e-mailt. Köszönöm szépen. Live után felveszem veled a kapcsolatot, jó? Okés? Live után. Jó. 1, 2, ja, itt van valahol. Jó. Aksa, maszkot levesszük. Jó, köszi. Jó. Okés, okés, így jó. Mint a sálunk lenne. Mit csinálsz, te állat? Na mit csinál? Be akarsz törni a bótba? Majd az is lesz később. Megnéztem buffereket. Jó van. Ki ez az állat? Ez kizár dolog, mert nem tudom. Majd tankoljál. Jó, oké. Van nála pénz? Várjál, Tomász, ne hagyjuk itt. Vagy, na, na, szlávát. Ja, oké. Köszi, köszi. Sokáig válogatja még? Hát, csak nem. Köszi, 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 hogy itt vagytok. Köszi, köszi. Nem veszi fő Rich. Megkérdezem tőle, lehet, hogy nincs fönt. Köszi, köszi. Gyere, pattanj ki. Ja, ki kell szállni. Ki kell szállni, ki kell szállni. Fájj, gyors, megtankolok. Jó. Oksa. Köszönöm a csatlakozást. 177 tagunk van. Köszi, köszi. Köszi, köszi, köszi. Most Jörics, lehet nincs fönt a szerveren amúgy. Most talán 3 órások a live-ok. Jó. 18. vagyok. Oksa, várunk. Várunk. Várunk, várunk. Ricső, várólistán van. Szláva. Na csá, megyünk vissza, csak tankoltunk. Ja, jó. Oké, okay, csá. Hello. Sziasztok, sziasztok. Na, hello. Na, menjünk vissza a ruhaboltba, mert már hiányult minket. hallod? Le kell húznom a hátsó ablakot, nyomtam egy kis bumbumot. Na, nyomassuk. De, na itt van ez az állat. Oppá! Hát hol a Mazdan is póló? Kérem szépen! Nem találtam a polcom. Nem találtam. Ja, jó van, akkor megbocsátjuk. Melyik az, mondd már, hányas polcom van? Sok kék között. Alulról a 13. sor, második. De mindegy, hagyjad, majd átöltöző. Úgy jegyeztem meg, sok kék között a fekete. Várjatok. Tényleg én sem vettem fel amúgy. Mindegy. Na, hova menjünk akkor, vagy hogy legyen? Találkozni kell egy úriemberrel, akitől a boxert vettem, és ő is be akar jönni a csapatba. Mennyit mondtál Jamesnek, Slava? 20 misit? Meg egy kis fegyvert? Igen. Ő is be akar lépni. Nem megyünk az én nagy mercimmel. Jó, de menjünk, menjünk a mercő, az kicsit komolyabb. Nem azért, Tomász, nagyon jó az autó, csak vágod. Hát, meg lassú is tényleg. Vágod, nem baj, majd kapsz, jó? Meg utána nézzük már nekem egy keményebb autót, van 39 millió, és nekem is kéne valami komolyabbat. Van most 5 milliómra rá, köröslek. Hello, hello, sziasztok! Leírás másik sorába tudtok csatlakozni, mint Ádám, köszönöm, kaptok dedikálókártyát postán. Ez rekorddöntő live, Laci, hát 2200 néző volt. Nagyon boldog vagyok, köszönöm. M5E60. Köszönöm a támogatásokat is, aki donétel, csókoltatjuk. Köszönöm! Kimondom, hogy donétel és cash bros küld 400 forintot. Köszönöm szépen. Ííí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 
házhoz. P.O. Péter! Tessék, parancsoljon! Ön az P.O. Péter, végre itt megtaláltam. Jó napot, hát az autótuningnál találkoztunk, nem emlékszem? Jó, igen, emlékszem, na. Elnézést kérek, a pár napban nem voltam elérhető. Ja, láttam, mi újság, mit csinálsz? Mi újság, hát mindenem van, csak kiraboltam.
Volt rablás, volt aztán 17! Túlszereztek! Azt, és tele vagy pénze akkor? Nem vagyok tele pénzen, pont ez az, hogy nincs! Ha érted, mire gondolok, persze! Persze, persze. Szép estét. Hello, Tomás, vele még nem találkoztál, P.O. Péter barátunkkal. P.O. Péter. Nem, nem, P.O. Péter. Jaj, jaj! Hát szláva, tehát ne bánsd Pétert! A kurva is. Te szíje! Elnézést. Most. Semmi baj. Köszönöm, Eszter. Na, örülök, örülök, Péter. Nem P.O. Péter vagyok, az a barátom neve. Az a P.O. Péter. Ja, értem, bocsánat. D.O. Hangotok egyezik egy kicsit. D.O. Ő ugyanolyan fagykos. A videótában úgy. Te mondjam az őszintét. Hogy ilyen bundás kabátokat hord. Azt a... Ahmed, de nem találkoztál vélet? Azóta nem, a vele is ott találkoztam először. Hát kérlek szépen! A zsidó Magykos, gyerek, nem? Magykos, igen, az arab kec. Ő kérlek szépen. Szépen. Bocsánat. Önök kell szépen beszéljük. Bocsánat, miért ő? Főnök? Hát igen. Hát csak nekik, csak nekik. Nekünk a főnökünk. Matyi, azt akarom mondani, hogy izé. Őt is elrabolták. Túsz volt ő is. Mármint az Ahmed? Igen, az Ahmed. Na, az kemény. És hol van most? Vagy nem tudod? Rák tudja lelőtték szerint. Ja, húha. Jó van, hallod? Tudsz adni egy teleuszámot? Mikor vagy a városban? Persze. Én minden nap felérhetem. Minden nap? Na, jó van. Hát csak ugyanúgy délután. Délután, jó, jó. Hát persze, mert dolgozni kell. Dolgozni kell. Ja, érted, mire gondolod? Persze, hogy értem. Ja, amúgy átvettem, kicsit villogósabb vagyok a szerkóba. Látom, fénylik a cipőd rendesen. Ja, ja. Na, mondhatod a számot, ha akarod. Aztán veszélyes tag vagy, ezért kellene a telószámot. Várjál, akkor előkeresem te. Rendben. A farcsebembe. Jaj, az nem baj, hogy Samsungon van. Nem baj, nem baj. A lényeg, hogy tudj vele telefonálni. Jó, jó. Talán még rajta megtalálom a gombokat. Tényleg amúgy. Mondom a számot, oké? Okay? Oksa. 3 darab 5-ös. Igen. Egy 3-as. Igen. 2 darab 0. Igen. És egy 2-es. Nagyon szuper, csörgetlek. Egy 2-es. Oké. Okay. Egyébként nem D.O. Péter, hanem Virus Love. Love. És jó, hogyha úgy szorítasz, hogy kutya. Mert megszoktam amúgy. Elég sok neved van, hallod. Nem, mondom, a D.O. Péter az barátom, érted? Igen, igen, igen. És én Virus Love vagyok. Csak félreértettél, amikor beszéltünk ott a szerelőnél. Értem, értem. Jó, jó, akkor a tesódat hívják úgy, jó. Amúgy keresem Ahmedet, mert érdekelne az az Apple Watch, vagy mi a fasz mondott. Ja, valamit el akart adni nekünk. Hát az jó és dolog. És a tag, aki Szlávának akart eladni azt a kocsit 15 millió, én nem vágott, hogy ki volt az? Mert én ismerem, csak nincs meg a száma. Tudod, a 15 milliója akart eladni. Aki odajött, Oda arcátlankodott. Hogy írjam be? Parker, Love Péter. Mert gőzöm sincs. Love Péter. Fingom nincs, megmondom az őszintén. 30.02. De hát meglátjuk. Oksa, mindjárt csörgetlek. Jó, amúgy nekem is van autó. Van 2, kell egy. Hoppá! Na, ez a számunk. Már csörög, látod? Már csörög az iPhone. Ja. Na hát! Mi van? Találtad 100-asra? Képzeld amúgy én is. Jaj. Na jó, van, akkor keresd Ahmedet, aztán majd találkozunk. Várjál, vessám ebből a témában, mi a fasz az ott az oldaladon? Mármint micsoda? Hát az ott tenni, ja. Nem láttad, ez igen. Ja, hát ez ilyen játékpis, Airsoft, tudod? Airsoft? Ej. Hát ilyen, ne basztok egymást. Afganisztánba, így fejbe, bazd. Hülye!
Na, ó, de jó, majd mesélek azt, róla. Levettem azt a nagy kabátot, hallod? Na, lá, meleged na, volt. Izzadott a lábam közt. Látom, látom. Á, de most már minden királyság. Ja. Na, örülök én is, aztán Ákmedet meg keresd meg. Köszi kis jó, János! Jó, majd őt is felhívom, hogyha megtalálom. Jó, de majd szó, ha találkozok vele, akkor mondom majd, hogy kerested. Jó. Jó, na, majd köszi szépen. Majd add neki a számot. Jó, megadom neki. És akkor de sova mentek amúgy? Most ő van egy, persze. Timi Trumpet koncertre. Buliba? Ja, köszönöm. Donét érkezett a házhoz. Igazából kell hármunknak találkozni egy emberrel. Az nem baj. Majd később. Hallod? Van egy éttermem, és hát abba beszállított, tudod, aztán szerződés aláírás előtt vagyok. Ja, szerződés aláírás előtt, aha, ért. Hát azért vagyok itt kiöltözve, haver. Ja, hát. Szláv, ez itt nagyon való. Megvettem magamnak egy ilyen kis láncot is. Tűnjek már ki valahogy a tömeg. Nagyon jó, a séród is jó. Kösz, haver, ezt anyu csinálta amúgy, de ja. Köszi kis János, e-mail címet kérek szépen! Nem, tejet ittam most csak. Köszi. Azért pörgök így. Tényleg is, milyen autód van? Mondtad, hogy van valami Verdád. Ja, várjál, gyere már akkor. Na, mutasd. Lehívom akkor. Nézzük meg, srácok, azt utána mehetünk, jó? Jó. Jameshez. Nem bírom ezt a parit. Hát hallott hatalmas tag. Ez nagyon irritáló. Ja, jó, mikor tudok találkozni? Küld egy koordinátát. Új tag, köszönjük! Hoppá! Ez azért vagány! Nagyon hatalmas forma. Nagyon vagány, hallod. Meg van még kettő. Jó napot! Hogy van ennyi pénzed? Ákmed pénzzel? Nagyon sok. Hát nem csak Ákmed, ő ugye olajosozott, tudod? Ja, arab, persze, tudom, persze. Tudod. Olajosozott! Csak ő eltetteti a csóró. Aztán közben meg sehol sem. És akkor árulja ezeket a cuccait, ezt abból van pénze. A csóró a gyerek, ja. Köszi. Na jó van, örülök, hogy találkoztunk. Nagyon szép Verdád van, aztán jó legyél. Na, csá, köszi. Jó van, jó legyél, Matyi. Te is, jó van. Na, csá. Örültem. Én is, na, majd te, akkor majd hívjál, jó, jó van? Jó van. Na, csá. Na, csumi, jó legyél, haló. Hol vannak a srácok? Ők azok. Ja, ők azok, itt vannak. Srácok, kemény volt ez a tag. Na, jelölök. Ádám pap, üdvözlünk! Tőled is kérünk szépen! Arra gondoltuk. E-mail címet, ilyet nyertetek aláírva. Sokan körbeállnak a téged, bárhol mész, érted? Aha, elég lehet, hogy sok infót tudnak, nem? És ilyen testőröknek kéne kinézni, nekünk, meg nekem, meg Tomásznak fölő, érted? Aha, köszi, Jani! Azt látjátok azt a karosszéria elemet? Hol? Ott szét volt hullva a hátsó lökhárító, meg a spoiler, ja, meg ilyen Richné még nem. Na, menjünk Jameshez. Már kérdezzük meg, hogy mi a helyzet, vagy hogy komolyan gondolja ezt még. Ádám! De jó, csak milyen néven fogsz rám írni, jó? Azt írd le nekem, vagy hogy milyen Insta néven, jó? Menjünk. Malik Parks! Téged is üdvözlünk! Hát jönnek a csatorna tagok, a 180. tagok! Azt mondjuk, hogy étterem tulajdonos, jó? Rendben. E-mail címet kérünk szépen az új tagoktól, és live után írok nektek, jó? Hogy elpostázzam. 180 tag! Köszönjük szépen! Ki lesz a 181-edig? Egyedig. Na jó a live, nem? Ez jó, meg ezzel a csávóval is találkoztunk, ez hat. Megvan a száma végre. Végre, megvan a telefonszáma. Megkérdem közben Gerit, mi a helyzet vele. Micsoda? Közben Gerit megkérdem, mi a helyzet vele. Most kihez megyünk? Most Jameshez. Aha. A Szláva ismeri. Szláva, te ismered, Tomás nem ismeri. Igen. Addix. Jó, köszönöm Ádám. Ott írjál. Köszönöm Malik. Köszönöm a csatlakozást. Akkor mi lesz, ha csatlakozol?
Ő kiemelt téged a chat, használhatod az emótokat, köszönöm János! És kapsz aláírva postán egy ilyen kártyát tőlem. Persze, igen Huber, sort kerítünk rá, jó? Csak ne haragudj, nagyon pörögnek az események, de téged is szeretnélek majd bevenni, jó? Köszönöm. Övet bekapcsoltam. Három szponzor, ilyen rövid idő belül, nagyon durvák vagytok, köszönöm szépen. Na, mi lesz, nem arra megyünk? Ja, azt hittem ide van bejelölve a garázshoz. Nem látod a jelölést? Mehetünk. De nekem ide jelölt, hanem mindegy. Rossz a telefon. Hello. Igen, a csatlakozás fizetős, srácok. Deadline, rád van bízva, köszönöm. Aki 3000-es tagságot választja, őt be is jelölöm Facebookon. Köszi. Nézd, igen, még egy komoly kocsit akarunk nézni. Na, megyünk bányászni, az jó. mondta, hogy dolgozik, azért kell oda menni. Leírás második sorába tudtok tagok lenni. Au. Na látod, mi nekünk, látjátok, nem kell itt dolgozni, így is tele vagyunk pénze. Itt gürcőnénk. Havi 120 ezeré. Ez VLS, igen. Köszi, hogy itt vagytok. Kedvesek vagytok. Annyira bemutatkozok az embereknek. Na, azért mondom, nagyon vagány vagy, ez tetszik. Legjobb tagság 16 ezres tagság. Azért majd Nazdan is bögréket szeretnék adni, csak még mi. Oké, Ádám, köszönöm. Na, tegyük le itt messzebb a kocsit. Nem kell. Ott van, James, ott van, jön. Köszönöm, Malik, köszönöm. Na, szevasz, James, szállj be! Szállj be! Hello. Itt van még a testvérem is. Ja, a testvéred is, akkor lehet nem férünk be. Tudtok külön kocsival jönni? Lehet beférünk. Beférünk? Beállt a derekad. Igen, beállt a derekad. Na, azért mondom. Megrúdossalak hátulról? Hát. Nem kell. Nyom, köszönöm, rá. Kevics. Nagyon kedves vagy. Köszönöm, Robi. Te meg be csomagtartóba. Ja. Be tudsz állni. Szerintem be tudsz állni. Elvileg 5 személyes. 5 személyes tényleg? Nem tudom. Na lehet csak. Akkor menjünk egy kicsit arrébb dumálni. Menjünk oda le és akkor ott megbeszéljük. Ja. Kövessetek. Meddig lehet? Bármikó. A dedikáló kártya sosem fogy el. Ádám, pap, igen, Instán ott írd le. Teljes név, város, utca, házszám, Instán is leírhatod, köszi. Köszi. Beszéltünk itt is, nem? Beszéltünk itt is. Állítsd le a kocsit akkor. Hát, ja. De menjünk le, mert itt sokan járkálhatnak, nem? Nem, inkább lent járkálnak sokan. Tudom, mit akart. Na, hello. Fegyveresek, fegyver volt a hátuk. Hello. Fegyver, szia. James, mutass már be a barátodnak, ki ez van szerencsénk. Na, ő itt a testvérem. Hello, szia, Kozák Barna. Barna, szia Barna, Matyi vagyok, vagy Pali, ahogy szeretnéd. Jó. Na, és James, miért hoztad őt ide, Barnát? Hát igazából ő is... Érdekelni ő is, ez a meló? Igen, csatlakoznék, hogyha lehet. Ő is benne van így, ő is tudja, hogy ez egy maffiai, tudod, hogy így beszélgettünk. És hallod, te kijöttél már volt csapatodból? Kiszálltál már? Mert mondtad, hogy vagy valahol. Igen, kiszálltam. Kiszálltál? Én a felmondom, hát igen. És a 20 millióból van valami? Most 6,5 millió van. Ja, mert dolgozom. Szláva, gyere ide, légy szíves. Szláva, gyere ide, légy szíves. Csatlakozás és pénz kell, vagy? Tőlem? Kérdezed? Igen, Szláva, ugye? Te mondtál valamit a csatlakozásra. Ja, igen. Csatlakozás az 15 millió kell, nem tudjuk, bocs, múltkor elmondtam. Ja, de hogyha olyan értékbe hoztok fegyvereket, vagy valamit, mert Jamesnek, hát James, azóta van valami jobb autód, mert hát azért attól kellene, attól az Opeltől jobb. Ja. Nincs neki egyelőre. Még nincsen. Jó, Barna, add meg a számot. Megszerzünk mindent, amit kell, és akkor csörgünk. Jó, akkor cseréljünk, Barna, veled is egy telefonszámot, jó? Jó. Azt kell tudni rólunk, hogy ő nekem van egy nagyobb főnököm, és most alá szervezzük az embereket. Velem együtt négyen vagyunk. Van egy ember, akivel nem tudjuk, hogy mit kezdjünk, mert hát elég sok infót köpött rólunk. Értem. És akkor ti lennétek a további tagok. Jó. De ezt megbeszéljük.
Jó, mindenféleképpen. Jó, akkor adj egy telefonszámot. Akkor adok egy számot, jó? Köszi, köszi, köszönöm a tagságokat. Úgy, akik bagol a telefon. Nagyon. Nagyon-nagyon bagol a telefon. Barna. Barna néven. Köszi, köszi. Geri, hol van? Nem tudom. Igen, majd... Körbe a hátunkán. Ja. Elég nyugis környék. Bocsi, bocsi. Úgy, gyerekek, a telefon bagol. Össze-vissza. Lesz nyereményjáték is a live végén. Kettőt sorsolunk, jó? Örültök, hogy három órások a live-ok? Elég találó ez a barna név. Ja, ja, nagyon jó. Mondhatod, hogyha megvagy. Na, megvagyok, csak bocsánat, elnézést. A telefonom szarakodik. Ja, nekem is. Köszi, köszi. 5-5-5. Három darab ötös. 5. Igen. 28-43. Rendben. Elmentem a számod. És akkor Kozák Barna néven van ide. Kozák Barna. Ha megcsörgetsz engem, akkor tiéd is meg lesz. Kozák Barna. Fegyvereket tudtok szerezni? Egyről még nincs hozzá kapcsolatunk egyáltalán. Aha. Hát igazából nekem van. Városba. Nekem van egy kicsi. Nem tudom. De hát azért nem válaszolt. Sziasztok, szia Anti. Tegnap óta nem válaszolt nekem, úgyhogy nem tudom. Lehet elkapták a rendőrök, vagy nem tudom. Aha. Köszi, köszi. Jó, és akkor el is mentem a kiédet is. Jó, köszi. Jó, ez az egyenruha amúgy barna. Most a srácoknál, a srácokon nincs, mert azért Szláva az ügyintézőnk egy kicsit, meg Tomász, osztik vagányabbak egy kicsit. Uh-huh. De engem így fogsz megtalálni. Jó, jó. Akkor majd én is felveszem. Köszi, köszi. Szuper. Köszi, hogy itt vagytok. Hallott Szláva, gyere egy kicsit. 8760 órás live, az kemény lenne. Köszönöm a 180 tagot, na, köszönöm a támogatást. Köszönjük szépen akkor a lehetőséget, meg a bizalmat. Jó, srácok, hogyha megvannak a dolgok, akkor csörgessetek. Hogy vagytok a városba esténként? Hát én így délután ilyen 5 körül. 5 után vagytok? Jó, mi 6 körül érkezünk a városba mindig. Ilyen 5-6 én is a körül, igen. Jó, szuper. Én is. Féle a telefon. Na, szevasz, Rich, hát ide találtál? Csá, jó, csak rápéntem erre a nagy ijegységre, majd mesélek, hogy mi volt a helyzet. Jó, küldj egy koordinátát, megyünk is hozzád, jó? Oké, és jó. Csá. Na, hát akkor mennünk is kell, akkor majd ütközünk, srácok, jó? Köszi, Jössz, hogy hoztál egy embert, király vagy, aztán majd beszélünk. Na, sziasztok. Hello, sziasztok. Srácok, bocsi, hogy zavarlak titeket, Rich küldött koordinátát, intézzük már el. Jó. Nem mondjatok semmit. Egy jobb egyenes, nyugodtan adjatok, valaki adjon neki, jó? És akkor utána beszélhet. Vagy várjál! Okay. Ne, már azt mondta, mondani akar valamit. Először hagyd mondja el, és utána valaki üsse meg, jó? De semmiféleképpen ne nyírjuk ki, jó? Jó. Hát, ha még kaphatna egy esélyt, jó? Azért ne legyünk ennyire. Kérdezd meg, hogy max életem van-e, Móci. Tessék? Kérdezd meg, hogy max életem van-e, mert lehűtjük, akkor egyből lehet meghal. Ja, igaz. Mert gondolom max életem van. Hát szerintem igen. Jó, menjünk, üljünk be és akkor jelölök. Hallod, Tomász? Igen. Hát, megütöm most én. Oké, de ha megütjük, akkor a közelből menjünk el. Jó van, oké. Hát de utána még beszélni kell bele. Hát igen, csak nem, majd beülünk a kocsiba addig. Nem minket üssön meg, érted, úgy mondom. Ja, persze. Beülünk a kocsiba, ott nem esik bántódásunk. Jó. Ja, hát nem úgy mondtam, hogy elmegyünk. Sziasztok, szép estét! Jó, kis központi zár, aztán minden faszat. Jaj. Jó, akkor. Királyok vagytok. Na, még erről itt a dologról, várjatok, csörgök. Na, mindegy. Hallod, Tomás? Igen. Vagy hát úgyis elpészheted, hogy megütöd, érted? Jaj. Kocsiba. Na, megfogom, azt adok egy nagy tasli neki. Ja. Na, halljátok, James meg Barnát, elég megbízhatóak tűnnek, de ugye velük is el kell majd ezt játszani. Ebbe biztosak lehettek, mert azért ők is tudnak valamit, hogy fegyver iránt érdeklődtünk, tudnak-e hozni krómosok. Azért, hogyha ők is köpnek, azért az nem lenne jó, tudjátok. De hogyha bővül a csapat, az nagyon király lenne, hogy minél többen legyünk. Mert a végső leszámolás az olyan kemény lesz, meg a háborúk itt a városban. Ja. Na jó, mehetünk, jelöltem is. Figyelj csak, igen?
annyit szerettem volna kérdezni, lehet pofátlanság. Igen. De hogyha bekerülünk majd ugye a megváltókhoz. Igen. Vagy hát Tomás, nem tudom. Tomás, hát én fel szeretnék mondani a fel KK-nél. Szeretné? Mert szövetségesek vagyunk, de ha felmondasz, akkor el tudom intézni. Akkor hát valami... felmondok, és akkor 3 nap múlva tudsz, ha úgy van. Jó, szuper. Valami olyan pozícióban nem tudsz minket rakni, hogy ne a legcsicskábbak legyünk. Hát én előörs vezető vagyok, nem hát tudom, hogy mondjuk az... Mondjuk a te... nem szolgáid, csak érted, hogy... Hát jó. Embereid legyünk. Jó, oké, ezt meg fogjuk beszélni. Jó. Ja, hát ti vagytok a két legbizalmasabb emberem, úgyhogy ezt tudni kell. No, és akkor ti is tudtok szervezni magatok alá, hogy még többen legyünk. Ja. Csak mindig mutassátok be, meg azért a 15 milliót, azt kérjétek el. Hát ja, csak érted, hogy ne a legalapabb rangon legyünk, hanem mondjuk testőreid legyünk. Persze, persze. Jó, ez jó ötlet. Jó, mert... Vagy pitbull kutyák. Ja, persze. Jó, ja. Ez jó ötlet. Tetszik. Jó. Hát akkor menjünk. Jó, menjünk. Jó, beszáll. Na, tetszik a sztori, srácok, lányok. Tetszik? Ezer év mire beszáll? Hát, mindig ilyen lassú. Remélem, hogy tetszik. Köszönöm a tagságokat! Meg lesz a 185 tagunk, akinek tetszik a live, köszönöm szépen. Jó napot, jó. Az elején volt egy kis... Jaj, seggemnek. Gebasz, már bocsánat, de jó volt, jó volt. Mindenkit, arra kérnek a kult, köszönjük. Köszönöm a moderátorok munkáját. Meg jó játszanak. Mit adjak neki, egy ilyen nagy nyaklevest? Hát egy, ja, egy tarkós. Gyomrost, hogy megemlegesse, jó? Ja, jó, oké. Hányja ki a reggelit, mi? Hát, ja. Annak nyoma sem marad, érted? Nem persze. Gyógyuló. Övet kapcsoljátok be. Köszi. Jaj, már nem szarpar. Oszta! Na hát akkor halt. Öcsé. Ne. Ez lőtt ránk, ugye? Igen. A meneküljünk. Az alfa. Hadd itt húzd be balra. Az alfa lől? Igen. Meneküljé. De ma a defektünk van. Vagy nem? Lőj rá! Nincs nálam fegyver. Vagy izénél van. Nem, szerintem ő is letette. Letettük. Szerintem nem. Na, várjatok. Nincs nálunk fegyver. Ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Na akkor mindenki adjon át mindent, amit van nála. Mindenki adjon át mindent. Add fel a kezed. -3 forint elég. Mindent adjatok át. Ez nem jó, srácok. Minden törőkárt. Telefon széttörve, ugye. Rádióztok, nem rádióztok. Telefon széttörve, ez de jó. Jó, 9000 van nálam. 1, 2, 3. Ú, kinek? 368-nak adom el. Lakatos! Gyerünk! Adtam, uram. Ennyi mi van, nálam. Az övén? Mi van az övén? Van ott valami az övén, azt is adja. Oceanold rám bogót. Kis pisztoly. Ennyi, átadtam mindent. Ez a sárga habátos, átadott mindent? Kaját is adjuk, uraim, vagy a... Víz. Na, gyere, szóval. Kaja nem kell, pisztoly, pénz ezek. Rendben. Hát ez már nincsen nálam semmi. Hú, gyerekek, jó, de jó, hogy nem volt nálunk fegyver, azt a... Eltankoltam a pénzemet. Telefont nem adhatom át, azt írja. Na, azt hagyd meg. Nem, pisztoly, pénz. Okay. Összetörték. Nincs nálam úgy több minden. Értéket. Csórók vagyunk. Ennyi. Gyerekek, ez kemény. Nem is bányásztunk. Igen, akkor ennyi. Igen. Rendben. Hogyan akkor, tovább? Akkor le kell elpézni, urak. Na, az autó. Ászta, nem hiszem el, azt is kilövítek. Ászta. Srácok, akkor az lesz, hogy megütlek, és elfelejtesz mindent, rendben? Jó. Ászta. A kurva. Oké, jó. Mekkora briós volt. Rendben, megvan, már megütöttem. Ja. Jó, oké. Okay. Én már kaptam, igen. Kettőt is. Rendben, bocs, oké. Okay. Semmi baj. Na, srácok. Oké, és csáó, sziasztok. Csáó. Cső. Á, gyerekek, de jó. Gyerekek, de jó, hogy nem volt nálunk. Jaj, már. Azta. Vezeste.
Fú, vérzik az órom. De ez fájt. Nem igazán tudok vezetni, mert... Azt a gyerekek, jó. Vezet? De jó, hogy nem volt nálunk fegyver. De jó. Vezess, de hova vezet? Ki van lőve a kerék? Valóban valami közelebb garázshoz. Jelöltök nekem? Úgy én mondom, hogy én nem ájulok el, akkor ilyenkor mi van, vagy érted? Hát de azt mondja, fejbeütött, elfelejtetted. Mert mondta, hogy fejbeüt és elfelejted. Egy ütéstől nem felejted rá, hogy miért. Hát de ha leerpészte, akkor elfelejted, érted? Jó, mindegy, amúgy. Azta. Na hova? Richhez kellene menni. Jelöljetek valami garázs, mert ez így nem lesz jó. Jó. Jó, nem is kell, nem is kell, mert látom. Ja, jó, hagyj csak. Telefonunkat összetört? Összetört. Nem. Össze, persze. De össze. Jó, az enyémet összetörték. Köszi, köszi. Próbáld meg te. Szláva. Na ez az, de elvették volna lőni, lőttünk volna rájuk, persze győző. Lőttünk volna rájuk, csak... Hozok két kocsit. Lehet, hogy rics volt. Vegyél csak nyugodtan. Ja, ne, nincs telefonunk. Nincs telefonunk. Jó. A börtönét tudunk kivenni, így van, így van. Ne, nem tudunk Richhez menni. Ja, de bejelöltem a GPS-be. Köszi. Jó. Nem, egy van, de nem vágok. Mindegy. Na, menjetek a jelöléshez. Meg kellene telefont venni, nem? Menjünk először a plázába akkor. Hát ez nagyon bent van, nem menjünk előbb a izébe. Akkor elő Richhez? Ja. Jó. Megszerelem én a telefonot. Nem tudom, mi történt a telefonnal Richnek, nem lett benne a keze? Adj csak, megnézem, lehet itt a kesztyűtartóban találok valami kulcsokat. Jó. Köszi, köszi. Előző életemben telefonszerelő voltam. Jamesék vagy Rich? Lehet. Kellett volna fegyver, lőttek volna csak ránk. Csak a kijelző törött. De jó, hogy nem öltek meg minket, jó, ez mondjuk tessék. Jó. Köszi, köszi. Most már hívhatod. Persze, villám vagyok. Rich emberei. Nem hiszem, hogy Rich emberei voltak. Remélem, jó is próbált ki. Parker is írt. Minden. Nem tudom megnézni, mert összetörték a mobilomat. Köszi. Jó fele megy? De leerpészték, mondták, jó, hogy összetörik a telefont. Persze. Igen, Rich van bejelölve. Ja, jó. A GPS nem bántották. Az ott egy rendőr? Hallok valamit. Igen, nagyon szirénázik. Igen, az egy rendőr. Jó, és megfordult. Jó, nem utánunk jön, jó. Szuper. Köszi, köszi. Megcsinálta a telefon, Szláva? Vagy mi? Megcsinálta valaki a telefonokat? Persze, én megjavítottam. Ja, megjavítottad? Mindenki. Ja, király. Oda is adtam. Próbált ja, köszi. Ki, mondom, ja, hogy jó, kipróbálom, jó. Jó. Szia, Matyi, Parkert kaptad. Nem tudsz esetleg valami jó maffiát, hogy nem neked a közösen csinál valamit? Pár nap múlva, ha a városban leszel, tudnék valamit. Na jó, működik. Jó. Nagyon jó működik, köszönöm. Jó. Jól vagytok, látom, nektek mentek ketten kocsival. Nem emlékszem, mi történt, de nincs semmi. Itt van még Geri kocsia. Ja. Köszi, köszi. Jó, menjünk Richhez. Felhívom, hogy ott van-e még. Ugye? Köszi, hogy itt vagytok. Igen, megjavította. Na, Csá, Rics, ott vagy még? Itt vagyok, jaj, az egyik publikán. Megyünk, sietünk. Oké. Csá. Csá. Jó, ott van. Mehetünk, ott van a jelölésnél. Köszi, hogy itt vagytok. Ki van? Jó. Na, ez kártelos volt szerintem. Mikor lenne? Nem tudom, legyél este 6-kor várva. Persze, attól nem kell félni. Félek amúgy, Rich vagy Jamesék-től. Nem biztos, hogy bízhatunk bennük. Jól telt a lapom, köszönöm. Őszintén a városban nem... Köszi. James honnan tudta? Nem mondta, James írt, most írt James. Rendesen. James írt nekem egy SMS, hogy látta, hogy ránk jöttek. Júj. Na, honnan láthatta? De most már bízok. Bízok Szlávába. Hát így figyelj van. Már, ha ő emlékszik rá, akkor az alapon elmondja nekünk még
Meg tudjuk azokat keresni. Meg tudjuk keresni őket, hogy igen, mert James írta, hogy látta. És a kocsit le tudná. Jó, oké. Okay. Ja, ja, ja. Esetleg majd tudnék rengeteg fegyvert szolgálni, az király lenne. Most írt egy régió barátom, hogy tudna fegyvereket majd intézni. Jó. Jó, majd vele is találkoznunk kell pár nap múlva. Rendben. Köszi, köszi. Köszi, hogy itt vagytok. Jó alakul a sztori. Kirabultak minket. Lehet volna nálunk fegyver, kilőjük őket értelemszerűen, de jó, hogy nem. Mert ha csak nálam van fegyver, egyedül esélyem se lett volna három ember ellen. Úgyhogy kemény volt. Egyből keverjem neki a taslit, vagy majd ráér ne, beszélgetés után? Be, szállítsuk. Igen, ja, jó, okay. Igen, szállítsuk be. Várja, beszélj hozzá orrhangon. Ne, buktasd le még magad. Ja, jó. Ott van. Mindenképp a bólhóba van. Látod. Maradjunk. Köszi, hogy itt vagytok. Nyomjatok egy like, hogy tud át. Szláva úrnak mennyi a pénz ugye benne volt a bankba. Aha. Jó. Szávasz ja, Rich, hello! Szávasz! Szállj be! Gyere, beszéljünk. A mi újság? Az az igazság, hogy... azért mondtuk szájba, hogy már senkiben nem lehet bízni, érted? Így van. Mi történt? Mi történt? Ajaj, gyerekek. Ja, velünk? Nem tudnál róla beszélni, hogy veled mi történt? Mondtad, hogy akarsz mondani valamit. Köszi, Ördögpár Tamás, jól vagyok, köszi! Ez a zöld wolf, ez az enyém, mert nem rívettem, mondom, kipróbál. Igen? Ugye mondtátok, hogy a kettes határhoz menjek ki, jó, meg is küldtem. Kint voltam, vártam rátok, rá két percre egy fekete Audi megjelent, sötétített ablakok minden, viszont belőle két ember. Betuszkoltak a kocsiba, fölvittek a hegyre, és elkezdtek kérdezni. Iii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 i
bandáról kérdezgettek, csak annyit mondtam nekik, hogy ismerlek. Ismerem Palit, meg ugye Szlávát is, meg hogy Palinak milyen autója van. Azt nem mondtam, hogy több autód is van, csak hogy egy autód van a Ferrari. Ezt mondtam, csak többet nem mondtam nekik. Ha, és hogy hányan vagyunk, azt nem mondtad véletlenül? Hát én annyit mondtam, hogy te meg Szláva. Értem, akkor Tomászról nem... Tomászról nem mondtam semmit. Igazság Tomász. Szerint azt se tudtam, hogy Tomász is benne van. Akkor jó. Na. Szóval ennyi volt mehet. Ezt. Aha, mehet. Na akkor gyere, szállj ki egy kicsit. Olyan bírok kiszállni. Na most. Na ezt megérdemelted, Rics. Még kaptad szerinted? Most hirtelen nem is tudom, hogy mi van. Nem tudom, merre vagyok alca. Mi történt? Mit csináltam? Szerinted megérdemelted ezt a pofont? Nem tudom. Te, nem ez az Audi volt? Nem tudom. Menjünk arrébb. Szállj vissza, Rics. De nem, amelyiket Ricset megtámadta. Még nem tudja, hogy mi voltunk. Kössük be magunkat. Köszi, köszi. Rics, ilyen Audi volt? Hát a színe ilyen volt, csak teljesen sötétek voltak az üvegei. Értem. A rendszámát azt nem tudtam megjegyezni sajnos. Semmi furcsát nem találtál a dologba? Mármint mibe? Hát hányan voltak? Kik voltak? Hányan voltak? Adj le minden infót, létszik. Két férfi volt az Audival, ilyen fekete, teljesen full fekete cuccba. Fekete maszk volt a fejükön, fölvittek a helyre, fegyvert fogtak rám. És... Pénzed elvették? Azt nem, hál' Istennek. Az egyik leütött és a kocsi mellett ébredtem. Aha. Értem. Na srácok, mit gondoltok? Szálljon ki még egyszer Tomásszal. Még egyszer? Ne, hülyéskedek. Hát megérdem. Ám már szálltam volna ki. Hát a Tomász te állat. Na de most akkor mi van? Na figyelj,
főnök mondod? Mondjad te, te voltál ott. Én nem emlékszek. Bezárom az élkocsit. De! A két fickó, aki téged elrabolt. Igen. Az én voltam, meg Pali. Így van. Ezt nem mondjátok komolyan. Mi voltunk azok. Te jó Isten. Tudod, fő a biztonság, meg ilyenek. Le akartunk tesztelni, hogy mennyit köpsz. Gerivel ugyanezt megcsináltuk, Geri nem mondott el ennyi mindent, mint te. Ezért nem tudjuk, hogy mi legyen a sorsod. Hogy adjunk még egy esélyt, vagy lőjünk le. Hát meghalni nem akarok, de ti gondoljátok át. Megölni semmiképp se szeretnék. Nem akarunk megölni, meg meghajna. Csak egy kis láblövés, meg ilyenek. Aztán továbbra is úgy gondolod, hogy be akarsz lépni a csapatba? Mert... Hát én az elején mondtam, hogy lehet ám számítani. De hát tudod, a bizalom az olyan, hogyha hát egyszer játsza valaki... Dolog, igen. A bizalom a legfőbb dolog egy csapatba. Az, hogy mostanában nem fogunk találkozni a városba, viszont telefonon el tudsz érni. Én azt mondom, hogy 40 millió forintot, ha hozol, akkor beszélhetünk. Akkor se ígérem meg, hogy a továbbiakról beszélhetünk, nem fogunk megölni. De elmondtál sajnos pár információt, mi van, hogyha a krómosok lettek volna, és kitálaltál volna mindent? Hát nem tudom, de Jézus Mária, 40 millió forint, azt. 40 millió, mit szólsz hozzá? Kicsit kiegyenlíted a tartozásod. Mennyi idő van összeszedni? Két hét. Igen. Azért egy pofont haladjak már. Tomász, fogd vissza magad. Be vagyok indulva. Hát megpróbálom összeszedni, jó? Rendben, de mindig értekezünk, jó? Jó, jó. Aztán hát most kicsit csalódtunk, az a helyzet. Viszik a kocsit. Elviszik a kocsit. Ja, nem viszik el. Mi a mentséged? Mit tudsz mondani? A fétetted az életedet? Az a te kocsit. Elviszik a kocsimat. Állj belé. Á, mindegy. Mindegy. Hú, össze is törte. Megfogta a fal. Ezt most megérdemled. Na, mit tudsz mentségedre főhozni, Rics? Még hát, ha meg tudjuk hallgatni. Hú, hát nem tudom. Most teljesen sokba vagyok. Már meglepődtél, mi? Hát nem kicsit. Hát srácok, tudjátok, hogy én ilyen megbocsájtó gyerek vagyok, de hát mondjatok ti valamit, Tomász meg Szláva. A 40 millió, mit szóltok hozzá? Sok, kevés? Az nagyon jó. Az jó pénz? És igen. Úgy kell távoznod innen, hogy a csomagtartóba leteszed az összes ruhádat. Ez biztos? Ez biztos. Szláva, amúgy te jó vagy? Nagyon rángatózó. Bevettél valami gyorsítót? Hát kicsit ideges vagyok. Hát elhiszem. Hát az gajra vágta. Mennyi pénz van most nálad, Rics? Rics? 1.700.000 plusz 250.000 a számlámon. Jó, minden esetre a kocsidat majd ki kell kérni. Még a kettő van, úgyhogy... Hát, ja, de hát azt nem akarjuk most elvenni tőled. Gyűjtöges még. Gyűjtöges még. De mert a csapatban 15 millió a belépés. Értem. Hát jó. Na, mit szólsz hozzá? Benne vagyok. Benne vagy? Sikerülni fog összeszedni? Figyelj, megpróbálom. Azt mondom, ha összeszeded, akkor be vagy véve. Jó? Jó. Mit szólsz hozzá? És ez az utolsó ajánlat. És nem bántunk. De meg szeretnénk kérni, hogy ne köpjél senkinek a továbbiakban. Másokkal nem is nagyon találkoztam még a városban. De bárki, inkább akkor lőjenek le, de ne köpjél. Mert ezen sok múlhat. Haloszlávan, nyisd ki neki a csomagtartót. Köszi. Igen, veszünk új kocsit még. Gyere! Szerver 4-en vagyunk. Beszáll! Köszik. Én nem vagyok ilyen, tudom, de a karakterem más játszik. Ez kicsoda. Igen, az enyém. El akarták lopni, megakadályoztam, nem? Jó van, mehetsz a dolgodra. Ez a Szláva, ez nagyon kemény! Kinyitottam már. Kemény.
Na, ki van nyitva? Ki van nyitva? Ki van nyitva? Figyelj is! Nagyon jól nézel ki. Nagyon szexi vagy. Ami szép, vagy. Az szép. Így van. Na, Rich, tudod mi beállapodunk meg? Itt vagy, Rich? Na, ennyi volt, többet nem tudod levenni. Na, jó, Rich, figyelj! Lecsökkentem én azt 15 millióra. Kapsz egy utolsó esélyt, ne menj el, ha hozzád beszélek! A szemünkben nézzé. Szemünkben néz. Na figyelj, 15 millió, ami az alapbelépés. Srácok, most lehet, hogy megsértődnek rám egy kicsit. Mert hát keményebbnek Gossz, kellene lennem. Igen? Lagos? Menda jó, ha titeket, OC. Hallak titeket, OC. Most jó? Lagos, nagyon szaggat. Igen, nagyon. Látjátok, ez teljesen más, most úgy beszélünk, mint te. Ez a szerver hibája, most nem tudom, mi van vele. Hát de titeket hallunk. Ja, minket halljuk egymást. A Ricsnél van valami. Mindjárt jövök. Megint belaggoltam a OC. Jó. Figyelj, de te hallod azért, amit én mondok? Én hallom. Tudom, de a Rics. Ja, a Rics. Várj meg itt nem minket. Nagyon laggol. Most belassul. Ja, most nagyon laggol. Köszi. Köszönöm, hogy itt vagytok. Nagyon belaggolt. Beszél, de... Nem hallom. Pedig beszél. Na most valamit. Na most hallottuk. Szerintem be van állva, nem? Szerintem is. Hát valamit szívott. Sok volt a bio. Ja, lehet. Hova ment Szláva? Ott van valami Audissal beszélget. Ja. Megint intézi a dolgokat. Úgy látom, visszajött a golf. Na. Összetörték ja, kicsit. Rics, ott az autód. Pont sétál. Egy piros alfát láttam, hogy egy szürke kocsit pont sétáltam ki, és akkor láttam. Írd le neki szerintem. Rendben van. Írni tudsz. Nem is küldi el neki. Ok. Megnézzük, hogy írni tud. Tud-e a Rics? Rics egy vadállat. Na mit intéztél, Szláva? Adtam a srácok egy ezrest. Na. Megvédte a kocsit. Na, király vagy. Jó van. Rics meg szerintem be van állva egy kicsit. Nem tud nagyon beszélni. Írd le neki szerintem, lehet úgy jobb. Leírtam, de nem válaszol. Ja, jó. Mindegy, menjünk. Ja, menjünk majd, főhívom, aztán beszélek majd vele, jó? Várjatok! Írni tudsz? OC némák vagytok. Nem jó, majd legközelebb hívlak. Köszi. Jó. Na, mehetünk. Útítja. Tegyük le az autót, mert lassan el kell hagynom a várost. Mi tovább megyünk Tomásszal. Tovább mentek? Hát veszünk egy kis testőrruhát. Igen. Na, szuper lenne. Akkor beszéljük, összegezzük már a mai napot, jó? Akkor félreállok. Jó, aztán összegezzük. Jó videósik. Köszönöm, aki még csatlakozna, leírás második sor. Akarod? Nem, dehogy is. Biztos beszarnék. Na jó volt megütni? Szegény Richard? Á, nagyon jó érzés volt. Hát, ja, de azért megölni csak nem kell, úgyhogy jól csináltuk. Nem. Kocsit jövő holnap kellene megvennünk, azzal kezdenénk, jó? Venni egy jó autót. Szerintetek össze tudja gyűjteni? Szerintem sok ez a 40, nem? Hát, szerintem egy 20 is elég. Igen, hozzon egy 20-at és akkor megbocsájtuk. De hát azért kell bizonyítania, nehogy még egyszer köpjön. Figyelj, de még egyszer köp, akkor... Szólok.
Igen. Nekem is van egy ismerősöm, aki szeretne jönni. Igen. Most beszéltem vele telefonon. Igen. Viszont, hát... Nem tudom, ugye aki a kocsit nem fizette ki, múltkor mondta. Aha, azt mondtad, igen, igen, igen. De gondolom neki is kell fizetnie ugyanúgy pénzt. Persze, persze. Jó, de hát azt neked mondjak? Fizeti, mert te hoztad. Azt neked mennyit kell kifizetni. Hát a tartozását mindenféleképpen fizesse ki. Hát igen, de ugye a tagfelvétel mennyi? Vagy úgy... Hát menjünk arrébb, mert valaki ide át. Hallgatózik. A szegényt elütötted! Rongyó itt le. Ja, menjünk el. Menjünk el. Azt hittem, ez nagyobb. Hallgat. Figyelni kell a hallgatózókra. Jaja. Köszi, hogy itt vagytok. Na igen, hol tartottunk? Na, állj le ide. Itt állj csak meg nyugodtan. Azta! Jó lesz. Mi voltam? Azta, valami kavics. Na, na, hogyha hozó embert, akkor az neked fizessen. 15 a beugró. Aha. Vagy ha fegyvert is tud hozni, de hát meg neked a tartozásod fizesse ki, hát hogy lehet úgy megbízni jó benne, hogyha jó nem fizeti ki, érted? Oké. Okay. Jó, Richnek meg szerintem elég volt ennyi, szerintem bekokkantott. Igaz, hogy köpött, lehet, hogy stressz helyzetben, hát lehet, hogy mi is így viselkednénk, hogyha féltenénk az életünket. Most olyan lényeges infókat nem mondott el, de hát azért párat elmondott. De hát látod, ott volt Geri is, ő pedig nem köpött. Ő pedig nem köpött. Nagyon be volt szarva. Igen, igen, ez viszont igaz. De lehet, hogy máshol meg tudnánk hasznosítani. Lehet. Nem? Mit szóltok biztos hozzá? Is. És akkor egyszer bizonyít. Vagy hogyha megyünk lövődözni, vagy rabolni, őt küldjük mindig előre. És akkor ennyi. Jó, okay. Ennyi legyen. Ja. Jó, az úgy vagány legyen? Vagány lenne? Ja, jó lenne. Jó, köszönöm srácok, akkor kifizettelek titeket. Igen, igen, köszönjük. Holnap lesztek a városba? Szerintem igen. Igen. Jó, várlak titeket este, és akkor egyeztetünk. Ja. És akkor hát Jameséken is rajta kéne ütni egy ilyen dologba, meg megvennénk az autót. Mert lehet, hogy egy olyan ilyen, James írta, hogy ránk jött valaki, ugye nem emlékszek rá, de összetörték a telót is, amit megjavítottál, Tomás. Mondjuk az érdekel, hogy ő honnan tudta. És honnan tudta, igen. Hát ez ki volt már megint. Jó, vedd elő a fegyvert most már. Vedd elő, van nálad fegyver? Nálad van, nem? Nálam nincs. Ott van az oldaladon. Az OC mondom, be van bagulva. Hát akkor kövess. Jó, menj utána. Hagyjad, elment, majd lesz nálunk fegyver, ott befenyítjük ezeket az embereket, jó? Elég hamar leúlt a lökhárítója. Ja, na jó van, köszönöm srácok, aztán majd értekezünk, ez szép munka volt mai nap. Királyok vagytok, aztán majd holnap, jó? Jó, örültem. Na, kiszállok is, akkor holnap gyertek majd értem, jó? Oké. Na, sziasztok. Jó ét. Jó. Oké, Sparkerrel nem találkozunk. Srácok, még sorsolás lesz, jó? Sorsolás lesz. Lesz még sorsolás. Jó. Na, mi a véleményetek? Mi legyen Rich sorsa? Hogyan folytassuk tovább? Mi legyen Rich sorsa, lehet mondani. Jó. Ide tesszük magunkat. Jó. Jameséket holnap teszteljük. Köszi. Már 3 órája megy a live. Az a vélemény, hogy tartson 9-ig. Megsajnáltátok? Köszi. Jó, kínzás azt mondja. Jöhetnek az e-mail címek, 2 kártyát sorsolunk, de aki tag lesz, ő kapni fog dedikáló kártyát. Jöhetnek az e-mail címek, tesztelni kell, csak másképp is. Ja, lehet. Lehet. Remélem élveztétek. Szegény Rics. Köszi. Jó játszott a Rics. Jó csinálta. Én külön köszönöm Ricsnek, hogy ezt így csinálta, mivel Geri nagyon jó volt, Rics meg mondott infókat, és így megy tovább a sztori. Úgyhogy megvan dicsérve. Jó, az első nyertesünk az nem más, mint... Mi ez?
Ale... Csabusz! Csabusz! Ale Csaba! Csabusz, te állat! Csabusz, te nyertél, és lesz még egy sorsolás, meg egy kis beszélgetés live végén, jó? Úgyhogy írjátok még nyugodtan az e-mail címeket. Jó. Szia, posta címet kérek szépen. Köszi Laci, hogy elküldted a 2000 plusz nézőt. Ez óriási előrelépés amúgy. Discord szerver a leírásban van, jó? Ksa? Második nyertesünk pedig nem más, mint Kristóf 2702 talán. Na majd kiderül. Szia, posta címet kérek szépen. Jó, nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Nagyon jó live volt szerintem így összefoglalva. Kezdő végző. Jó, ide letesszük magunkat. Ő leírás második sorában még tudtok tagok lenni. Holnap lesz live. Igen, Ádám, vissza fogok írni, jó? Okés? Köszi. Csak azért, hogy maradjon. Köszi, Laci. Holnap lesz live, 6 körül érkezünk, jó? Live végi csatlakozókat, támogatókat megvárjuk, lehet nyerni holnap is. Köszönjük, gratulálunk, köszönöm a moderátoroknak a segítséget. Ő, hogy Rich sorsa mi lesz, azt még nem tudjuk. Remélem jó volt, D.O. Péter. Igen, Csabusz, meg teljes név, meg város. Köszi. RP lesz holnap, igen. Köszi. Na, még 5 ember legyen tag. Hát nem hiszem, hogy még live végén 5 tagunk lesz, köszönjük. 180 tagunk van. Na, Péter, örülök. Jó, remélem jót horgászta. Szláva nagyon vagány. Nagyon jót csinálja, Tomász is. Jó. Rics is jó volt, Geri is jó volt. Nagyon, szerintem nagyon jó volt. D.O. Péter. Twerk elmaradt, tényleg Ádám, a Twerk sajnos elmaradt. Jó volt a mai buli. Remélem, hogy élveztétek, és élvezetes volt. Fizessen Rics, úgyhogy pénz vagy fegyver, kocsi. Rics majd fizetni. Igen, a csetes Rics, igen. Azért most szegény laggolt egy kicsit, de nagyon jó, hogy így elmondott pár infót, így izgalmas. P.O. Péter. D.O. Péter. De azt mondta, hogy ez a tesója. Na, gratulálok, Peti. Köszi. És a Péterről mi a hatalmas forma a P.O. Péter. Love Péter, így van. Azt mondta, hogy Love Péter. T.O. Péter. Remélem, Laci, remélem. Ezt hol sorsa? Ilyet kap, aki csatornatag lesz még. Ilyet kaphatnak a csatornatagok, aki még csatlakozik, aláírva. És aki használni szeretne emótokat, nem veszik meg. Köszönöm. Nincs sajnos kivétel, mert nem tudok kivételt tenni. Peti, ma nagyon jó volt. Ma nagyon jó volt. Kriszhez is megyünk, mert majd tuningoljuk az új autót. Online... GTA kell. Így van, Laci, így van. Holnap is lesz sorsolás. Jó. Múltkor tag lett, az kijelzi a chat, aki tag lesz. Meg ott van a nevetek mellett egy kis embléma. Afganisztáni oldalon. Ez a P.O. Péter. Köszi. Chaten e-mail cím alapján sorsolok. Az e-mail címet csak a moderátorok is én látom, amit beírtok. Kutya a becelve. Tényleg azt mondta, hogy csak a VLS robot, igen. Rabolni még nem tudunk, amíg nem frakciótagok, most összeszedjük a csapatokat. Mire gyűjtöttünk a hétfő reggeli kávéra? Összeszedjük a csapattagokat, hogy utána bevigyük őket a frakcióba. Holnap fenyítés, folytatjuk tovább, veszünk autót, tuningolunk, Pál bekeményít. Izgalmas volt, jó éjszakán. Köszönöm, Szilvi, neked is. Remélem, holnap fenyítés, Dadit a vadállat. Így van, frakció is lesz majd. Köszi, Robi. Remélem, hogy élveztétek. Jó. Ez a P.U. Péter, már nem tudjuk az embert, hogy hívják, de jó volt. Nagyon vicces hangja volt. De ő is egyszer elröhögte magát amúgy. Nem? Köszi. Mi nem vettünk frakit, Vév. Nem. Pál vs. P.U. Péter. Remélem nem ellenség, mert hatalmas. Ahmedet kereste a vadállat. Nem bírt magával. Remélem, hogy tetszett a live. 1400 like. Fennmarad a live, amúgy valószínűleg copyrightot fog kapni a boltos micsoda miatt. De fent marad.
P.O. Péter. Holnap új kocsi, majd azt kiválasszuk, hogy milyen autó lesz. OBS-ről streamelek, igen. Jó valaki. Jó. 16 évig szolgált, azt mondta P.O. Péter. Richnek a sorsáról még döntünk, megsajnáltuk a végén. Új frak itt csak venni. De nem új frak jelzvév, a megváltóknál vagyunk, és én alám gyűjtöm az embereket, és ők a megváltók. Nem új frakció, hanem, hogy lehet szóval dedikáltok ágyat, azon kívül, hogy tag leszel, úgyhogy nyerni lehet live végén. Most is volt sorsolás, aki nem tud tag lenni. Ma azért sorsoltunk kettőt, mert az egyik tagunk felajánlotta, akinek nincs lehetősége tagnak lenni, ő neki sorsoljunk. Ezért volt kettő sorsolás, jó? Úgyhogy ő nagyon-nagyon köszönjük. Nem új frakció, hanem micsodába megyünk, a megváltókhoz viszem majd be a srácokat. Ja. Alapból egy meglévő. Ez már egy meglévő fraki, igen. Ahol engem bevettek, és oda szervezem a saját csapatomat befele. De lehet jönni bárki, aki szeretne, mert kemények akarunk lenni. Még keményebbek. Köszi. Sajnáltra, így van Milán, így van. Milán, te állat. Jó volt a mai videó. Igen, a mai videót sokan megnéztétek, köszi. A farmra megyünk majd, igen. Agyra szóda szolgusza. Na, tipsi, kitartást kívánok. Benne az afgán T.O. Péter, B.O. Péter, vagy P.O. Péter, mindenki döntse el. Nem tudjuk. De Instán nem biztos, hogy vissza tudok írni. Stimmert, mi is komolyan most. Nagyon helyes vév. Ha van, jöhettek hozzánk, és akkor majd megbeszélem, csak nem tudom hány embert vihetek be, tudod, a megváltókhoz, de majd kiderül. Nem fura, hogy OC-n tudod, de így nem tudhatod? Nem. Az alvédők is vannak, így van. Ezt szeretném így kiépíteni. De Tomás meg Szláva a legmegbízhatóbb ember, nagyon jó nyomják. Meg vannak dicsérve. Holnap 6 körül, 6 előtt egy kicsivel, jó? Te is csinálhatnál egy frakciót. Hát ez így jó már szerintem. P.O. Péter egy állat. Hello Daming Book, hello. Köszönöm, hogy 180 tagunk lett. Így van, IC találkozunk. Így van, véve. Ezt kell megoldani. Hogy IC találkozzunk. Igen. Pétert beveszitek amúgy? Nem tudom, Péter. Péternek nagyon jó autója van. Nem tudjuk, hogy honnan guberálta az autót. P.O. Péter. Hát gyerekek, hatalmas. Ja. Úgyhogy jó, szerveződik a csapat, nagyon jó. Prioritást amúgy Discordon kominál tudtok venni, hogyha nem akartok várni. Bocsánatot kérek szépen. Jó lett a live, köszi. Zsozéval IC találkoztunk az egyik live-ba, igen. Igen, nagyon vicces volt. Miért kell ordítani? Bocsánat, Viktória! Köszi. P.O. Péter. Hát hatalmas tagok vannak amúgy, de hát ettől jó ez a játék. Meg találkozni új emberekkel. Nagyon jó, kezd kiépülni a dolog. Hát most de sok... Köszönöm. Örülök. Vége fele közeledünk, így van. 45-ig vagyunk, még beszélgetünk egy kicsit. Varázslóval is találkoztunk, így van. Ő a kaszinós. Így van. Melyik live-ba? Nem tudom melyik live-ba Martin, de fent van. Fent vannak a live-ok visszamenőleg. Úgyhogy köszi Bence, kedves vagy. Amúgy szerint lehet, hogy Tomás meg Szláva csak nem játszik ellenem. Nem, mert túl bizalmasok már. Nem fordulhatnak ellenem. Köszi. Cségót nem tudunk streamelni sajnos, mert pingelünk valamiért. Fogalmam sincs. Úgyhogy, azt nem tudom, Wave, változó. Most az amerikai nyomják. Igen, köszi Robcsi. Kedves vagy. Köszönöm a támogatásokat. Takófejű. Takóztal ma nem találkoztunk. Voltak jó jeltek. De jó volt ez, de ez nem... Így van. Szicsi. Lehet nevetni. Néha vannak komolyabb dolgok. Azért nekünk is tanulni kell azért. Tényleg ez. Teljesen elkülöníteni a játékbeli világ. Tényleg nehéz. Nehéz, de tanulunk. Ettől fejlődünk. Ez a jó. Fortnite Live nem lesz. Izgalmas lesz, hát reméljük, jó volt. Ez a legjobb live, köszönöm Alex, jövő héten is RP lesz, igen. Holnap nem tudom, szerintem a 4-esre megyünk oda, könnyebben felférnek az emberek amúgy. Köszi. Köszönöm Viktor, bocsánat. Üdvözöllek benneteket. Ma kis gonoszak voltunk, egy kicsit.
Egy kicsit gonoszabbak voltunk. Farmosok, igen, én a farmosoknál vagyok, és alám szervezem az embereket. Ja. Sorsolás volt, így van, sokan MG-znek, hát előfordul, de mondták az adminok, hogy szóljak, hogyha MG-znek. És akkor nem lehet abból probléma. De hát ugye valahogy találkozni kell, hogyha be akartok lépni a csapatba, hogy szervezzük. Hát te látjátok, James is most hozott egy embert. Főnökkel, de a főnök keresni fog. Biztos, hogy írni fog. Audit vegyél, majd veszünk valami jó autót. Aztán jó lesz. Köszi. Köszi. Instán, nagyon sokan írnak Instán, nem mindig tudok. Na, gyerekek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon jól éreztem magam veletek. Holnap lesz videó is, live is, jövünk majd. Mindenkinek jó pihenés, kitartást a héthez, az új tagokkal felveszem a kapcsolatot. Köszönöm nekik a tagságot, és a donételőknek pedig a donétet. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Jó pihenést és a legjobbakat. Chrishez menjetek át, Chris Channel, Chris Power Channel, menjetek át nyugodtan hozzá. Sziasztok! Azt nem ír a Victoria. Jó éjszakát. Sziasztok. Hello. Köszönöm a segítséget. Hello. Köszi.